open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után 15 perccel. Itt vagyunk, hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt! Hello mindenkinek, mindenki egyben, mindenki itt. Itt vagy ne. És most zene. Yep. És most egy kis zene, hogy tudjuk rendezni sorainkat. Hú, eldomáltuk kicsit az időt. El, hát erről a tegnapi meccsről váltottunk pár szót. Hát én egy picit ki vagyok készülve a dolog miatt. Szinte biztosra vettem a németeknek a továbbjutását. Jó, nem lehetett biztosra venni, mert hogy azért ez a francia válogatott nagyon egyben van sok tekintetben, de nekem szimpatikusabbak a németek, én jobban szeretem őket. Buktálóvét is? Egy kicsit igen. Kicsit igen, úgyhogy, és ráadásul még ugye élőben is mentem a meccs után pár forinttal, úgyhogy az ment mint lebesbe. Na mindegy, melyik pontnál érezted, hogy még be kell szállni lóvéba? Ott, amikor arra gondoltam, hogy na most felszívek magukat, és a második gól biztos, hogy az övék lesz. Nem. De és nem. De nem. Nem. Ez a Schweinsteiger, ez nagyon sok múlik rajta. Tehát egyrészt kiadja a 11-est, ugye, aztán végig is tovább ment a csapata, de kihagyta. Amikor nem most az előző meccsnél. Igen. Most meg ugye benne volt a kezezésben. Szóval, de ez egy vétlen kezezés volt, tehát ugye, ahogy így mondták egyébként a szakértők a stúdióban, ez nagyon véleményes volt. Tehát nem kellett volna feltétlenül megadni. Egy másik meccsen, egy másik bíró nem biztos, hogy megadta volna. A Boatengnek a kezezése az jogos volt az előzőn, de most ez így nem annyira. Tehát, aha, hogy itt ez bármi lehetett volna. Bármi lehetett volna. Hát a bíró úgy döntött, hogy akkor most egy picit így a... Eleve még végig úgy éreztük, hogy nyilván, hogyha az ember mondjuk így érzelmileg egy kicsit így elkötelezettebb az egyik csapat mellett, akkor könnyebben érzi azt, hogy a bíró az ellenkező csapatnak fúj, hogyha a kedvenceid vannak éppen a cumjágon. Persze. Én is ezt egy kicsit így éreztem, meg a nejem is, meg a gyerek is. Ja, a gyerek nem. Nem szeretem annyira a franciákat, de a németeket jobban szeretem. Nekem egy asztalan csapat ez a francia. De én sem szeretem őket, akkor én már inkább a portugáloknak drukkolok majd a döntőben. Igen, Séro Báró, hátha. Nem bírom. Hát ha megint bebólint valami. Én bírom a Ronaldot, úgyhogy én remélem, hogy eldönti a meccset. Én inkább neki drukkolok. Nyerjenek ők. Az egy csupa szív csávó egyébként, úgyhogy remélem. De nem láttam tegnap. Ben voltam a városban, nagyon jó helyen vacsorázni. Nem tudtuk nem nézni, úgyhogy. Rákattantunk. De kiestek valahogy a magyarok, engem úgy ez visszavetett. Láttam, nagyon sokan voltak bent a városon, megint egyébként a Fröccs terasztól kezdve mindenhol nagyon-nagyon sokan voltak. És én egy háztetőn töltöttem a tegnap estét. Ja Isten, de mi? Fölmentetek leszedni a papírsárkányt, és rátok záródott a padlás rajta. Nem tudtunk bejönni. Van az András úton egy olyan étterem, ami a házak tetején van megcsinálva, és ilyen kis terasz jellegű a dolog, és rálátsz az egész Budapestre, illetve a hármas határhegy, de ahogy mögé beesik a nap. És vacsorázni tudsz ott. Nagyon jó. Menő. És egy születésnapot ünnepeltünk, és nagyon szép. A tulajdonosok is tudják, hogy te ott vacsorázol? Vagy... Ne, fel lehet szökni. Tudok egy átsó bejáratot. Akkor tettük fel erről egy tutólakatot is. És akkor bemész az Andrássy útról, fölmész 7. a liftek, kilépsz, és megérkezel egy háztetőre. Jó pofa. Asztalok, kis konyha, bárpult, DJ, nagyon-nagyon-nagyon jó a hely. És ott lakik a kockás fülűnyúl. És kis gukkerjával néha elrepült, megoldott egy-két problémát, majd visszajött. És kis iszogatás, borozgatás, szóval nagyon jó volt. De és jó. Úgy valahogy le is eztem. Aztán akivel voltunk, az mindig megkérdezte, hogy mennyi a meccs, és akkor mindig megnéztem az index, hogy mennyi, de... Ennyi. Ugyanez volt. Mi is összegyűltünk, hogy megnézzük a meccset, hárman elkezdték nézni, többiek ültek kint a teraszon. Valahogy a magyarok igen, óta, úgy már nagy dráma volt. De első fél idő ez egy kicsit álmoskás volt. Ez volt egyébként a dologban az igazságtalan, hogy végig a németek irányították a meccset, és ha csak a statisztikát nézzük, akkor a játék minden elemében felülmúlták a franciákat, gyönyörű helyzeték voltak, de valahogy az a 30 centi ez mindig fölé ment, oldal, balra ment, jobbra ment, tehát nagyon szép kapura lövések is voltak, aztán valahogy nem jött össze nekik a dolog, hát mindegy, ez van, hát ilyen a futball. Nincs soha egyértelmű dolog, mert szerintem mindenki a németekre tett, és a németeket tettem, hogy jóval esélyesebb. Amíg gólra játsszák, basszus. Akkor viszont bunda az egész, mert valaki ellenük fogadott, érted, mindenki a németekre tett. Igen. Ugye a franciákra kevesebbet adtak, aha, oda valaki föltett egy nagy lóvét, megbundázták, és ő most nagyon gazdag. A franciákra kellett, hogy többet adjanak, hiszen ők voltak az esélytelenek. Hát azért.
Mert a mindenki tőled. Németekre fogadott, érted? Ja. Megbundázod a meccset, hogy a franciák nyerjenek, te fogadsz a franciákra egy nagyobb összeggel, azt már meg is vagy. És lóvédnál. Én így csinálnám, ha ott ülnék a FIFA-ba. Hát igen. Na Istenem, igen. Vasárnap lesz a döntő? Vasárnap. Ja. Vasárnap este. Ja, ja. Vasárnap, de nekem vasárnap Wimbledont kell néznem, úgyhogy... Ja, hát ne is add oda. Meglátjuk. Ott is döntő van vasárnap? Tessék? Ott is döntő. Ott is döntő van, igen. Ott van a hát remélhetőleg a Murray Federer döntő, ez ma eldől. De kemény. Úgyhogy a véget ér a foci EB is. De hát ez egy jó foci EB volt. Jó volt, jó volt. Jó ez volt. Egy nagyon jó kis foci EB volt. Egyébként nekem is nagyon jó volt a tegnapi délután, egy ilyen kis családos programunk volt, úgyhogy gyakorlatilag tökéletes volt, még a gyerek is jól érezte magát, egészen meglepő módon. Ennek mondjuk nem örülsz. Annak örülök, hogy a telefonja nélkül érezte magát tök jól. Tehát, hogy nem arról szólt a történet, hogy ott markolász a kis telóját, aztán csetelget, meg mit tudom én, mit csinálgat a kis haverjaival, mert sajnos azért be kell vallani, egy picit függővé vált a gyerek. Most letiltottuk a telefonról, együtt voltunk délután, elmentük adás után, megnéztük az osztrák-magyar monarchia utolsó hadihajóját, ami még vízen van. Nem és a virágezem, ezt szerettem. Nem, egy picit komplexebb volt a program, ez az eleje a dolog. Nem, egyébként tényleg jó bufa. Tehát, hogy gyerekes programok is tökre ajánlom, nem hol is kell messzire abba, menni. Fürdeni, csúszda parkba? Hová ebben nagy melegben? Vízpartra. Vízpartra, hoppa, fürdünk! Hozzá fürdőruhát, az csomagolt ki is. Az osztrák-magyar monarchia. Egyetlen hadihajóját nézzük meg. Már majdnem bevetted, hogy fürdeni fogsz. Forró hajótestbe leszünk. Már majdnem bevetted, hogy fürdeni fogsz. Te nem? Víz közelbe leszel. Nézd, ahogy hajóznak. Nézd, ahogy eveznek. Nézd, milyen a gyártod. Mindjárt, hogy örülnek a gyerekek. Nézd, milyen boldogok. Ez ott áll, ez amilyen parlamentnél áll? Így van ez a lajta. Ez a pesti alsórakpart. Így van, az 1800-as évek végén tették szépen vízre, aztán végig szolgálta az első világháborút is, aztán meg egy ilyen elevátor hajó lett belőle, és később valakinek ez feltűnt, hogy még mindig ott van ez a hajó, aztán mindenféle ilyen kis EU-s támogatásból, meg állami támogatásból, meg ebből helyre tették. Gyönyörű szépen néz ki az egész, ott áll a parlament előtt, meg lehet nézni, szerintem családos programnak is kiváló. Ezt láttam sokszor, amikor megyek ott a nagyon jó, nagyon kis helyes. Köszönöm szépen, igen, ez is megtörtént. Melyik gombot nyomtad meg? Mondtam, hogy ne könyökölj rá arra. Igen, ez az, hol, melyik kérdezni akart, hogy működőképes az ágyú, de hát mindegy, hát kár azért. Kilőtted a böcsöket. Az úszája. Ami ment volna éppen Ausztriába. Utána meg elmentünk egy kis indiai étterembe, utána meg a Damlinski cukrászdába. Úgyhogy tökéletesen éreztük. Mivel zártam volna hát mivel a programot, ha nem. Srácok, egy 2013-ban évfagyi, a 2014-ben évtortája. Menő. Jó. És most tavaly semmi? Te mikor? Így vége? 15-ösnek? Ne, hát most egy érted. Hát most lesz. Valaki ki tudta. Van, akkor mindenkinek wellness volt a tegnap jó este. Jó, ez már ilyen elő hétvégézés egyébként. Te kis rommozás, én kis... Te kis izé, hogy is hívnak. Te kis hogy hívják? Kis Gabika vagy, mi a neved a felevigye. Szóval, akkor mindenkinek wellness volt. Hát igen, ezért jó a csütörtök este, mert az már ilyen ráhangolódás. Igen. Az már ráhangolódás. Az már el tud engedni. Az már tudod, hogy nyugi van. Jól van. Na, ismételjünk valamit? Ismételjünk. Hát olyan régen ismételtünk. Valamit nézzünk meg. Mi van vele akkor? Ja, ott van. Hajdú B. Hát azt megmutathatjuk, azt sokan nem hallották szerintem tegnap. Nagyon kis hangulatos anyag volt. Egy internetes összenet erejéig megmutattuk, hogy milyen, amikor Hajdú B részeg. A YouTube-ra valaki feltette, hát nagyon pihent agya van egyébként. Azóta már vannak új anyagok vele kapcsolatban, de szerintünk még mindig ez a legjobb. Úgyhogy megmutatjuk, hogy milyen lenne, vagy milyen lett volna a Hajdú B esetleg részegén közvetíteni egy meccset. Tegnap ezt megtaláltuk, és hát nagyon-nagyon szerettük, mert teljesen egyszerű ötleten alapszik, vagy alapul, de mégis baromi. Mondaná, hogy egyébként primitív, tehát, hogy de amennyire primitív, annyira szórakoztató. Igen. Hát semmi más nincs, hogy szó, gyakorlatilag lehasi. Már mindegy, majd lehasították a hangját. Á, így is jó. Így van. Lelassították, és abból ez lett ez a... Van állítólag Gundiból is. Gundi is van? Meghallgatjuk vele hírek alatt, ha jó, akkor beadjuk, csak félek tőle, hogy ami utána az ülök, az már nem olyan jó. Az már mindig az első. Na, ezt meghallgatjuk, ezt eljön még a hírek előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. 2 perc van pontosan, 6:30, hát ez volt, ugye? Ez volt Hajdú B részek kommentálása. Kellemes kis sztori. Szerettük, így van, szerettük. Na, azt mondja, hogy... Nézzük Pitinak hallgatóink, hírek alatt meg akarjátok hallgatni, szegény Ákos nem tud majd a hírekre koncentrálni. De ingyen, igaz, Jani? Nem.
Nem, mindenért fizettünk, kedves hallgatók. Így alakult. Jó, ja, tegnap estében? Persze. Nem, igen? De lúzer vagy. Tudod, mert akkor most ez jön vissza. Múzeumi belépő, étterem, fagy, és mindenhol fizetnünk kellett. Át van ilyen. Vadon család kulturálódik. A hanos képzeljétek el. Elindult a kis család, nyakába vette a várost. Hátizsákkal. Kis múzeum, kis fagy, kis étterem. Ja, azért. Rendben. Ja. Ja. Csere, hogy sikerült elhívni a virágot? Mivel zsaroltál? Nem hívták, vitték. Mi volt? Móni elszaladt a telefonjával. És a gyerek követte. És ment utána. Pánikba is be. És a Pestre akartam állt meg. Kicsik be se talca. Na jó van. Oké, akkor jöjjön Ákos, elmondja a legfrissebb híreket, jó? Mi pedig játszunk, hát nem állunk túl jól. Szóval nem fényes a helyzetünk, mert hogy 3-1-re mennek a hallgatók. Vagyis elveszteni látszik ez a hét, ami persze nem baj, hiszen nagyon sokat nyertünk, mert totálisan bérák vagytok, de igazából... Így is van. Még valami? Igazából tök nyomi játszotok, de most még azért beledöngölhetek bennünket a föld, mert a 4-1 azért az előtt megemeljük a kalapunkat. Az a 4-1 az 4-1, gyerekek. Az bizony az. Az szép. Az szép. Úgyhogy jelentkezhetnek idős nénik, gyerekek, nagyon izguló játékosok. Így van. Akik friss strokosok. Igen, friss strokosok. Hát őket nem tudjuk győzni. Hát igen. Igen. Szabi nagyon jót írt, srácok, ma hallgassátok meg a Gundi részek kommentálását. Jó. Ez jó. Látod? Mucsi Zoli ebéd kommentálását hallgassátok meg. Most van mindenki ebéd kommentál? Ezek szerint? Na, majd belehallgatunk ezekben. Jó, szóval egy a lényeg, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:47 múlt pontosan 3 perccel. Ja Istenem, Zalaegerszegen a külső flexnél, ahogy láttam, kint áll a háromlábú árosból jövőket nézik. Mi az a külső flex? Külső flex. Mindenki vigyázzon, szép napot állnak. Így van, hát mondjuk, flexel óvatosan. Tudják, igen. Mert ez a lejjelzégek, tudják ki, nem tudom, hogy ez mit jelent. Azt mondja, hogy 33-os jó Tiszafüred Fabony felől Trafi Puki küldte nekünk. Puki nagyon jó beszélni. Azt mondja, hogy más nincs. Miről kapatta? Puki nagyon jó. Puki nagyon jó beszélni. Na jó van, akkor nézzük meg, hogy ki a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Halló! Jó reggelt, azt nézem, ja, hogy Adrien. Hello, Adrien. Honnan hívtál minket, Adrien? Nagykanizsáról. Nagykanizsáról. Úgyhogy én tudom, hogy hol van az zalaegerszegi külső flex, ez egy gyár, és az elkerülőnél kell gondolom vigyázni. De most a nagykanizsaiként miért tudod? Hát, mert közel van Egerszeg. Ja? Aha, jó vagy. De jó, akkor segítettél nekünk helyre tenni. Na és mit csinálsz, Adrien? Hogy telik a reggeled? Dolgozol otthon? Köszönöm szépen, jól. Én nagyon korai vagyok reggelente, én műköröm építéssel foglalkozom itt. Műköröm építés. Igen, manikűr. Az jól hangzik. És azt építed valamilyen bevásárlóközpontban, vagy van külön szalon? Nem, mindenki saját szalon. Olyanokat nem preferálunk. Pedig ez most nagy divatám, hogy ilyen bevásárlóközpontban van egy asztalka, és ott ül öt nő. Sajnos. Mindenki építeti a körmét. Igen. Na, hát azt nem nevezném szakmunkának, de munkának elmegy maximum. Hogy előtört a szakmai büszkeség. Ez nem jó? Vagy ez nem igényes? Nem igazán ajánlom. Igazából ennyi. Mindenki menjen a szalomba, aki egy kicsit szebbet szeretne. Aha, tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan, mint egy gyors étterembe, ők gyorsan csinálnak valamit, nem? Így van. Aha. Jól van. Na figyelj, Adrien, kivel játszanál? Hát én Janit választanám. Janit választanám. Hát jól van, jól teszed. Esetek egymásnak akkor, jó? Na. Jó, rendben. Jó játszol, Adrien? Szívom magam. Meglátjuk, kiderül. Meglátjuk, ez az első. Igen? Jó. Ne izgulj, nincs nagyon miért. Már a hetet megnyertétek igazából, úgyhogy... Hát pont ezért gondoltam, hogy akkor a 4-1 az olyan szépen hangzon így a játékosok részéről. Na, ne szaladjunk annyira előre. Igyekszünk. Na, indítjuk az órát, jó? 3-2-1, és tessék. Rendben. Szia, Jani, szeretnék kérdezni. Szia, ezt parancsolj! Hétvégére vannak már terveitek? Hogy gondolkozom? Hát akadnak. De sok meló van a kertben. Kiskorodóta szerettem úgy kirándulni? Én még most is kicsi vagyok.
most is kiállt, igazad van. És te jársz manikűröztetni? Hogy szép napon kezeid legyenek? A nejem inkább. Kérdezhetek én is egyet? Kérdezzél csak. Sok nemzeti színű körmöt építettél az EB alatt? Sajnos az egyszínűeket, a visszafogottabb színeket jobban szeretik az én vendégeim. Mint például? Mint például a piros a kedvenc színe mindenkinek, így van. És te kipróbálnád? Kipróbáltad volna ezt a nemzeti színű körmöket az EB alatt? Persze, meg a műsarkat, meg a, vagy a harisra kötőt, igen. Igen, a tartós dalját. Hogy igen. Ja. Aj, nem te, a Jani. Szép volt, Jani. Jani, a harisnya kötőnél, Jani. Megnyilogtam. Az a helyzet, hogy régen hallottam játékost ennyire bedarálni valamelyiket, és egyszerűen bedaráltad. Tehát, jó, mentél. Meg nem emlékszem rá, én azt hittem, hogy én mondtam ki. Nem hallottam, hogy megnyilogtam, de nem. Egyszer mentél előre, és felemésztetted, bedaráltad, húztad, forgattad, megemésztetted, megrágtad, kikötted. Megint megrágtál, kiköptél kicsit. Akkor mennyire is nyertünk a héten? Hát ez szép! Hát de jogos a büszkeség. Szeretem, ha valaki egy olyan. 4-1-re emlékszem. Most már kimondhatjátok? És egész jól egyébként, csak ezt kimondani. De jó. Ami szép, az szép. 4-1. Ez jó lesz, így a napnak az utolsó, vagy a helyének az utolsó munkanapjára, ez jó. Megfogtad a Jani fejét, leharaptad, megcsocsáltad és kiköpted. De messzire. És ezzel mind az jókat kicsit. Igen, mert beleérte magát a manikűröztetés meg a harisnyákba, így elfeledkezett róla, hogy játszik. Elcsavartad a fejét, imádom ezt a domina típust, érted? Nagyon szép volt, tényleg jól játszottál, egyszer nem, egy lélegzetvételnyi szünetet nem hagytál. Oké, Adrián, hát... Igen, akkor küldünk egy ajándékcsomagot. Jaj, de jó, köszönöm szépen. Jó? Ha megígéred, hogy soha többet nem telefonálsz játékot. Túl jó vagy. Ez túl jó. Főleg pénteken már, mikor már az ember kicsit így kezd lefűzni. Hát ez... Meg a fodrász, meg a manikűrös, az beszélő szakma. Igen. Így van. Hát, szóval kell tartani a vendégeket. Ugyanaz az építőipar. Így van. Küldjük a csomagot, jó? Köszönöm szépen. További szép napot nektek, meg jó hétvégét. Neked is Köszönjük, sziasztok. Milyen kis aranyos csacsogós volt. Mindenkinek el fogja ma mondani, hogy meggyalázott téged. Mindenkinek, aki jön körmöt építeni. Már látom. Ja, hallottuk. De tényleg jó játék. Jó, ilyen jó játékosok kell lennének, hogy jó. Ez a játék, ebben a játékban még nagy csata legyen, mert mint a vívásnál ment előre. És egyszerűen darált. Szóval, hogy kemény. Arra akarsz utalni, hogy a többség nem ilyen. Ugye? Igen, szóval, hogy ilyen játékosokra lenne szükségünk, hogy még egy kicsit ez szorosabb legyen. Hát ez a 4-1, ez hát... ebből látszik, hogy veretőek vagyunk. Napszott veretőek vagyunk. Most jó bekajálták, aztán a jövő héten elpontosan. Jövő héten kaptak egy sima 5-0-át, egy olyan csúnya 5-0-át a Szabink előtt, hogy úgy megyünk el Szabira. A jövőt egyébként tényleg hozni kell. Hogy nem is akarják majd, hogy visszajöjjünk. Igen, a jövőt tényleg hozni kell, hogy azért úgy menjünk Szabira, hogy azért rendezzük az erőviszonyokat. Tehát azért mindenki érezze, hogy hol a helye. Aha, durcáskot adnak majd egy hétig. Mehet a durcizás egy hétig, igen. Ki mondta, hogy nem zeti. Nem jó. Halljátok ki? Jó, állj le. Igen, most lépj a fékbe. Na most nem menjünk ebbe bele. 5 perc, a pontosan 7 óra, jövünk újra a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Jöjjtök a legjobban. Fonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után vagyunk pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók. Péntek van, itt vagyunk. Hát ez jó hír. Ez mindenképpen jó hír. Mikor engedett ki a szellemet a palacból? Mikor tör elő újra belőle DJ Oti? Jó volt nagyon ez a szám, de... De? Kavarjuk meg kicsit a reggeli is. A reggeli zenei felhozatalt? Megkeverjük kicsit? Hát a tegnapihoz képest... Tegnap volt egy két gyöngyszer. Aha, bizony. Igen, de szerették is a hallgatók, úgy lehetne. Ma is péntek van, kicsit tessék, engedd el magad. Jó. Persze, hát most bátran. Jó, figyeljetek, valamit kavarhatunk, hogy egy kicsit... valamit kifőzhetek a konyhámban, hogy egy kicsit izgalmasabb legyen a reggel. Hát megnézzük, mit tehetünk az ügy érdekében.
Jó. Tegnap kicsit olyan volt, mint egy ilyen világvevő rádiót tekergetett volna valaki. Én tegnap minden volt. Össze-vissza állomások. A Backstreet Boys-tól kezdve egy mashupon keresztül a nem is tudom, miket találtunk tegnap, de... Azt a rohadt Backstreet Boys-t énekeltem egész de komolyan. Azt teljesen váratlanul húztuk elő. De a labdapadás, tudod. Amikor már azt hittétek, nem tudlak meglepni benneteket, akkor egy Backstreet Boys állítani. Nem, az egy gyomros, én azt úgy hívnám. Föltettük az irapot. Az ember csak azon veszi észre magát, hogy sétálgat egy rét közepén néhány szál vadvirággal a kezében, és dúdolgat. Hol vagyok? Mi az? Jelzés, hogy mit dúdoló? Backstreet Boys. Hogy? Egy jó kis Backstreet Boys, igen. Nick Carter, meg ilyenek. Nick Carter. Jó, meglátjuk, valamit lehet, hogy bekavarunk majd. Ez egy jó nyúkica. Nincs ötletem, de... Egy jó nyúkica, szerintem az biztos örülne. Egy brossz, vagy egy nyúkica, de blokkod? Aha, ide vonulás brossz, az épületem. Akkor inkább brossz. Egy brossz. Hát, van brosszunk egyébként. Tényleg? Van egy csomó brosszunk. Hát csomó nincs, egy-egy van. Aha. Majd, ha én híres lesz. Na, büfé az. Szerintem azt szeretnék. Az nem is olyan rossz. Zsillat. Jó, figyelj, küldhettek ötleteket. Szóval péntek van, holiday, vakáció, kánikula, úgyhogy lehet ötleteket küldeni, hogy mi legyen. Ha valaki valami szívesen meghallgatna, de hát van valami, ami nem jut eszünkbe, vagy nem jut eszembe. Benne vagyunk mindenben. Igen. Van brosszú, csak mondom. Egy darab. Híres leszek-e valaha? Az. Ugye ez a dal címe. Hát meglátjuk. Medgosz Lungosz. Így hívták őket? Igen. Aztán az egyikük fogalma sincs, melyik színész lent, és nem is rossz. Tényleg? Uh-huh. Hát így azért, ha nincs meg a neve, olyan nagyon mély nyomot nem hagyhatott. Nem? A ízével látta, azt mondja, hogy az Arany Hadsereg, a Hellboy Arany Hadsereg című filmben játszott a negatív főhőst. Nem volt rossz. Nem volt rossz. Én gyűlöltem őket egyébként tínédzser koromban, de ettől függetlenül. Én kicsit megbocsájtottál a film alapján. Igen, mondhat. Jó, ha meglátjuk. Ha nem jön jobb, akkor leadjuk azt. De jönnek-e ötletek? Már látom. Már látom, hogy azért mindenki kezd egy kicsit elborulni. Na, nézzük egy-két SMS-t. Azt mondja, hogy Szaroskőrnél háromlábú Lacos küldte nekünk. 66-os úton Keszthely felé mérnek ezt. Lali üzeni. Kérdezik, hogy milyen Szabira megyünk? Nem most. Milyen? Jó, én jóra számítok. Amikor milyen úgy leírva, hogy milyen, az kemény. Az kemény. Mert rövidít. Az kemény. Érted? Nem szoktam ebben nagyon belekötni, de ez most egy arcom vett. Hát Szabira, menjünk Szabira júliusban majd. Még akár közjogi méltóság is lehet belőle. Így van, hát másoknak sem ment a teljes írás, tehát azért ez nem feltétlen. Ma már ez egy nem feltétlen elvárható minimum. 86-os út Szombathelynél van egy trafi, köszönöm, PR küldte nekünk, és Zalaegerszegnek külső flexnél kint áll a három lábú, úgyhogy vigyázzon mindenki. Srácok, lehet, hogy volt már róla szó, de nem hallottam, mi újság a sósivatagban mászkáló emberrel. Köszi, Gábor. Fölhívtuk, jól van, átért. Igen. Feküdt egy szállodai szobában izgalmasan, így ezt van. Tudtuk meg. Szörnyű körülmények között nem volt víz, nem volt villany. Igen, Laci nem annyira interjúképes sokszor, úgyhogy átért, de nem tudom, egy igen. Picit most pihentetjük. Picit magába zárkózott, amikor legutóbb hívtuk, és megérzem, hogy meg volt rólt, vagy valami házba feküdt valami padlón, csak nem jött át, és ezért így keveset tudunk most róla. Valaki keresen Nirvánát, a semmit, és ő meg is találta, és a semmiről meg nehéz beszélni valamit. Igen, meg hát mindenki. Hát most... Bali, szét vagyok esve, mint a vizes keksz. Győrből megyek Hódmezővásárhelyre, se kedvem, se energiám. Dobjátok fel a kedvem, légy szíves. Csörögjünk rá. De mivel? Mivel tudjuk feldobni? Jaj, rám, mindjárt ott vagy. Hát mivel tudjuk feldobni? Lehet, hogy egy kis társaságra vágyik, hogy valaki beszélgessen vele. Valószínűleg magányosan teszi meg ezt az utat, de hát nem is tudjuk egyébként, hogy milyen okból kifolyólag. Lehet, hogy az anyósát látogatja meg. Oh. Szörnyű lehet. Hát nézzük meg, jó, de hívjuk fel. Lehet, ez már egy ilyen nap. Benne vagyok. Egy kicsit mindenkinek segítünk. Kérdezzük meg. Egy-két problémát megoldunk, megsétáltatunk egy-két háziállatot, segítünk valakinek. Akkor gyere át hozzánk, illetve ne hozzám, a nővéremékhez. A lányért sétáltassak kicsit? Elmentek egy hétre nyaralni, a lányaik, és három kutyát hagytak rá, és amellett még ott volt a saját kettő. Te hozzák át. Most már nincsen haja, ami van, egy az is ősz. Egy hétre én is tudok vállalni, annyi állatunk van már, hogy pont elfér még három kutya. Simán nincs egyet. Tényleg. Bár verekedés volt kutya ügyben nálunk tegnap, majd elmesélem. Össze. Őrül. Pauli! Na, hogy dobjunk fel téged? Mondd el nekem. Mit tudunk tenni, mert az SMS-ed alapján tényleg nagyon kivagy. Szóval... Hát eléggé. Napi 500 kilométereket megyek össze. Annyit mész? A fáradva. 5-600 kilométert vezetsz, hát jó Isten. Hát Hódmezővásárhely elé oda-vissza. Az megvan. Oda-vissza, Hódmezőről meg vissza Szeged. Aztán úgy majd vissza. Mondjuk azért a mentséged szóljon, hogy autópálya a nagy része.
Tehát ez egy Győrtől-Szegedi. Az nem rossz. És mivel dobjuk fel a kedvedet? Mit csináljunk? Már elég volt, hogy feljutott. Ja, ennyi? Tényleg? Na, neked ez nagyon jó. Neked kevés bátran, most kérhetsz, nem mindig van ilyen kedvünk. Kevés is elég, ez jó. Igen, ez nekem bőven elég volt. Van egy kedvenc dalod? Kedvenc dal? Hogyne lenne. Hogyne lenne. Oha. Akkor majd kérdezem. Valami régi lesz ott? Ahol jön a... Bármi, figyelj meg, mi nervevők vagyunk. Na, akkor egy doktorában itt smile-eltet. De nem állsz, már annyit hallgassuk. De egy jó kis doktorában. Igen, a sokszor volt. Sokszor volt. Na jó, kerítünk majd valamit, jó? Figyelj, már péntek van, péntek van, hétvégén pihensz? Igen, pihenek. Hát most a gyerekek nálam vannak két hétig, úgyhogy a pihenés az kicsit kimaradt, de legalább tudott felük lenni hétvégének. Na, a hétvégén nem dolgozom. Elváltál akkor ezek életed. Szerint? Elváltál? Hát nem voltam házas, tizen kapcsolatban voltam, de kellett, így alakult a dolog. Aha. De Elváltál vagy ideális kapcsolatban éltek, és az anyjánál vannak a gyerekek. Jelenleg most is kapcsolatban élek, egy boldog kapcsolatban két éve, így van, de tökéletes, hogy jól meg vagyunk gyerekekkel is. Vagy tök jó. Na, jó. A gyerekek is elfogadták az új párodat. Így van. Tök jó. Na jó van. Oké, okay, kikikém. Jó van, örülünk, hogy egy kicsit jobb kedved lett. Köszönöm szépen. Szép napot nektek. Köszi, ciao. Hello. Szia. Na, jön a jelentkezés, hogy valaki még valahol. Hívjatok. Minden, gyerekek, mindent megoldunk tényleg. Hallottatok erről a szakítós buliról, ami ma lesz, július 8-án? Miért ez szakítós nap, vagy mi? Hát figyelj, én tök észre vagyok, én nagyon szeretem. Mit kell csinálni? Hát egy szenzációs, van egy rendezvény, ahova elmehetsz a Blahalúza térhez közeli helyszín egyébként, ami nem is egy nagy helyszín, valószínűleg tényleg tele lesz, várnak 500 embert, egy szakítós partiba. Akik aznap szakítanának ott azon a bulin, vagy akik, már szakítani akik már szakították, ja, vagy aha. Összetörték a szíved, vagy te törted össze valaki szívét, vagy túl vagy egy szakításon, és legszívesebben a hold felé nézve ordítanád, hogy nagyon fáj, vagy be akarod verni az utolsó szöget a haldokló kapcsolatodba egy egyészakás kalanda, gyere el, és érezd jól magad friss szakítóként, aki most esett át egy nagy szakításon, sírjál a másik vállán, panaszkodj neki egy kicsit, mondd el másnak, hogy téged most hagytak ott, és legyél túl a szakításon. Erről szól a ma esti buli. Én ezt nagyon szeretem. De várjatok, hát az van, hogy akkor oda megy 500 olyan ember, aki ulla szomorú, mert ők is... Halálosan szomorú emberek lesznek. A válladon sírni, mert te is most szakítottál. Hát na akkor... de néha jó valaki válasz sírni, úgyhogy a te válladon is sírnak, itt a harcosok klubjában, amikor bement ugye, és Meatloafot magához ölelte. Mindenki sír, mindenki vállát. A terjedelmes emlőkön, igen. Figyeljetek, akkor van csak probléma, amikor ugye még szakítás előtt vagy, és azt mondod párodnak, hogy fia, most elmenjünk Péter, egy kicsit bulizunk, kirúgunk a hába, hova? Hát itt a Blaha mellett lesz egy buli, és utána néz. Abszolút jól érzed, mert hogy olyan párok is mehetnek, akik még nem mertek szakítani, és itt majd elmondod a kedvesednek, hogy ide azért jöttünk, hogy ketten jöjjünk, de egyedül akarok távozni, vagyis szakítok veled. Tehát itt minden a szakításról szól. Aki régen szakított, vagy nemrég szakított, általában utál szórakozni, nem akar kimozdulni, de most azt érzi, hogy sorstársakra lel, az szintén elmehet ebbe a buliba, és jól érezheti magát, mert tudja, hogy csupa sorstárs van körülötte. Mind szomorú, ma a szakítások frissen át, és emberek veszik egyébként körülbe. Befordulsz a sarkon, és már hallod messziről, hogy szól a zene, hogy elmegyek, milyen úton indulok még? Na, pont ezt kérdeztem, hogy akkor nézzük végig, hogy néz ki egy ilyen szakítós buli. Tehát elmész friss szakítóként. Milyen zenét akarsz hallani? Mit mondjon neked a csapos? Hogy vegyék el a ruhádat a ruhatárba? Hogy köszöntsenek téged? Egyetem mi történik egy ilyen szakítós bulin? Valószínű, hogy Máté Péter szól. Hát csak lassú dalok, kedvenc dalaid, amelyek, hát amire először lassúztál vele például, képzeld el. Azt lehet kérni. Hát egy szakítós napon azt meghallgatod, azt a dalt, hát telesírod a helyet térdig. Nagyon, én nagyon szeretem ezt a dolgot. Igen, szóval Máté Péter az biztos, hogy agy menő. Nem? Arra lehet nagyot bőgni. És akkor két frissen szakított... El tudnátok adni a kedvenc csiridokonor számomat. Arra csokkolosztunk először a Almádiban. Tehát valószínű, hogy igen. Szóval, hogy itt ilyen dalok szólnak. Na, a szakítós hangulatba akarok jönni. Igen? Igen. Na.
Rakjuk már be egy lassú számot, csak kíváncsiságból, hogy az, hogy feltépi a sebeket, vagy úgy megindul-e. Mi az, amire biztos, hogy bebőgsz, ami nagyon lassú? Igen, ele vagy szakítós, hogy a hangulatba kerüljön. Ülök a pult mellett, és te odaérsz hozzám, mondok és ketten bőgünk. Mondok egy-két amire felkérem menni és nézni. Igen, nekére nézem, hogy repelnek az MTV-án, és azonban szakítós hangulatba jövök, és síros hangulatba. Szakítós hangulatba jövök. Na, tessék, azt mondja, hogy oké, figyelj, ez szakítós, hallgass meg? A vicces, már most. Milyen? Nem áll. Hát erre besírsz. Olyan rég nem sírtam, nem akarom. Ott álltok a pultnál, megjövök én. Te már ott ülsz a pultnál, mert frissen szakítottál. Tökéletes. Megkérdezem, te miért sírsz? Hallod? Köcsök. Megbököd egy kicsit. Hallod? Megy már én. Hallod, ez a blaha, nem a buza. Hallod? Na, figyelj. Én erre ismerkedtem meg vele, Almádiban. De nem így mondod. Én erre ismerkedtem meg vele Almádiban. De én most robotüzemmódban vagyok, mert nem akarom elsírni magam. Én Balatonfüreden is... Nem így. És akkor ott ülnek a pult mellett, és hallgatjuk ezt a dalt, mindenki kérdezik a kis piáját. Odalép hozzátok a csapos, és megkérdezi, hogy íztok-e egy fröccsöt, erre fölcsüt. Az volt a kedvenc italom! Mindig az, Timon, hogy egy fröccsöt, Timon, a rohadék, olyan büdös volt a szájam rá. De most hogy hiányzik? Nem az enyém! Én vodkatonikot kértem! Vodtam kettővel fejjel, az a srácok kötélel a nyakában. Igen. Szóval, hogy figyelj, el kéne menni ebbe a buliba. Egyébként ilyen zavarosban lehet a legjobb halászni. Ezt akartam mondani, hogy valakinek egy csöpp esze van most, az oda megy, és megvigasztam mindenkit. Én mindig így csajoztam. Nekem ez határozott. És amikor már... Határozott utam volt. Amikor már lennék testi jeledi a dolognak, akkor egy ellökne magától. Te szemét! Ne, igen. Legyél te, aki szakít, én meg megyek vadászként. Jó, megmutatom, hogy csináltam régen. Jó, én egyébként határozottan visszaéltem az ilyen típusú helyzetekkel, amikor síros kiszolgáltott lányok mesélték el, hogy milyen szemét volt a barátjuk. És mondtam, hogy gyere babám, ezt nekem elmondhatod, én megértem. Az összes pasi rohadék. Igen. Van egy-két mondat, amit kimondasz, és... Hajtsa bácsi, előre jön az ölejéd. Na, akkor hajts rám, itt állok a pultnál. Mi a baj, kincsem? Olyan szomorú a szemed. Nem érem fel a pult. Érkezem. Én nem megyek szingliként, jó? Vadászom. Jó, érkezem. Ott vagyok, ott ülök a bárpultnál. Ott ülsz a bárpultnál. Szürcsöröd a kis koktélodat. Koktélt szürcsöröd, szól a sinedokon. A Virgin Pina Coladáma. Abba már kértem egy kis alkoholt neked. Nothing up. Szia, tündérke. Ja, én szomorúak a szem. Ja, én? Nyilván. Én még nem is néztem el, honnan tudom, hogy szomorúak a szemei. Szomor a fülembe, a fejembe. Olyan szomorúan állnak ezek a nagy lapát füleid. Szia. Ne ragudj, most nem vagyok ismerkedős hangulatban, mert... Hagyd találjam ki, mi bánt. Azt gondolod, hogy az összes pasi egy rohadék. Te annyira megérted, annyira ismered a lőket. Hadd kívánja a föltáplálkozásra azt a kis finomságot itt az ölembe. Na szóval, hogy igen, oda mennek akkor? Hát igen, mennek oda vadászok is valószínű. Mennek oda vadászok is, nem? Jelentős részt átugrottatok azt, hogy jó volt. Meg volt a kulcsmondat, ő is érti, én is érti. Igen, igen. Én is egyedül. Jó. Iszol valamit, tündérkem? Olyan szomorú vagy. Kérjük szépen egy gin tonikot, egy vodka kólát, legyen még oldalán kajátok is. Te rohadt rimasz. Jó, jönnek a barátnőim. Egy valami látogatott hozzá mindenképpen. Jó, és akkor itt van a pékat. Gyertek! Bebb a listába a hülye gyereket! Vendégek vagyunk! Igen. Itt már eloldalkok. Itt már nem várom meg a számlát. Igen. Hát, én nagyon szeretem ezt a bulit. Milyen igazán szomorú szerelmes számok vannak még? Mondjatok még. Mi az, ami... Szerelmes szám. Mi az, ami még házi jó? Házi buli zenéje. Házi buli? Persze. Arra nagy szakítások haltak. Vagy Titanic például.
A Titanic. Jimmy, az... még nem veszíthetek, az igen. Tessék? Ez nem egy 60 pluszos buli. Igen, nem biztos, hogy oda mennék arra, ahhoz a hölgyhöz. Igen, nem Csepelen vagyunk arra, mi a művelődési házban 60 pluszosok buliznak, az én nem veszíthetek rá. Igen. Na figyelj, tessék. Emlékszem ehhez. Erre ismerkedünk össze az Arany Mikában. Ez nem az. 70 plusz, érted? Egy jó Elton John. Én Elton Johnra nagyon tudok ismerkedni. Akkor tudok zavaros ballázni. Akkor nem fogok összefutni. Én Elton Johnra nagyon ismerkedem. Abban nagyon, nagyon jó vagyok. Jó? Ott ülsz kiszolgáltatottva egy buliba, ahol Elton John szól. Jó? Megvan? Azt melyik legyen? Várja, azt mondja, hogy... Az a Can You Feel the Love Tonight. Hát a legjobb. Hát a tényleg nagyon. Szimba! Szia, tündérke. Én mindig így indulok. Jó, ez egy olyan név. Régen is ezt használtál? Hát ilyen kis kedvesen, igen. Kedvesen, aranyosan. Tündike. Szia, tündérke. Szia, Pisti vagyok. Igen? Nehéz. Ittam két pinyakoládát, nekem már az se baj. Na. És mint magam is bevarrattam a levét a kezemre. Nem is volt olcsó. Most mit csináljak vele? Téged hogy hívnak? Hogy hívnak? Kis Szözi, hogy hívnak? Nem akarod hívni. Hogy hívnak? Ne, engedd el a snitzel. Mert ha ne adj Isten Lajos vagy, akkor még át se kell varratnom. Olcsóba meg lesz itt. Ja, Isten. Jössz egyet lassúzni? Persze. Már érte, megiszem meg a piámat. Sok köcsög mindig megisz. Itt hagyok valamit a pulton, a tálcalat elfogy. Átmentünk egy másik buliba szerintem. Tehát mi már most ketten egy másik buliba vagyunk. Nehogy hozzányújt egy kis punci. Hát nagyon jó. Figyelj, egyszer el kéne menni. Szinglén egy komolyan elmennék. El kell menni, nem? Igen. Összetört női szívek között vadászni. A zavarosban. Mi? Ott mindig odaérsz, ott mindig odaérsz. Kicsit eljátszott, hogy megérted. Kicsit eljátszottad, hogy tényleg egyetértesz vele, és igazat adsz neki. Még úgy sem, hogy mesélj el, hogy miért haragszik arra a pasira. És ilyenkor nem kell más csinálni. Igen. Hallgatod, kicsit közelebb csúszol. Egy rohadék. És hogy egy ilyen nővel ezt, a legnagyobb közhelyeket kell tolni. És ilyen szép nővel, aki ezt megcsinálja, egy igazi szemét. Csak ne rázz az okogás meg, akkor összekoccanak a fogai. Én ezt nagyon tudtam. Sebzett vad, az már nem fut ezt. Nagyon tudtam régen. Én feltettem a sebzett vad lemezt, és ott nagyon-nagyon-nagyon mentem. Egy óra múlva már így nézett rám. Miért nem ismertelek? És akkor megvolt az eset, és te is ott hagytad, gondolom, másnap, ugye? Attól függ, hogy milyen volt az eset. Hát attól függ, hogy mennyire volt odaadó. Meg mennyire volt szomorú. Ha nagyon sok szomorú mindentől volt, akkor még egyszer. Ha nagyon szomorú volt, meg tudtam érkezni még egyszer. Ha láttam, hogy nem tudom belőle kirántani, mert még közben is az ő nevét mondogatta, akkor nem csináltam belőle problémát, de akkor... Már mit kirántani? De megpróbáltam kirántani belőle. De nagyon kapaszkodott belőle. Nagyon kapaszkodott. Te voltál a mentő. Ez tényleg szakítós? Ez az. Erre szakítasz? Szóval... Nem, az a baj, hát nekem, erre, igen. Nekem az a baj, hogy mindig beugrik, hogy ilyen fura napszemüvegben ül egy zongora mellett, és hogy feje sportzokni van rajta. Nekem nem annyira. Egy jó Tony Braxton? Tony Braxtonunk nincsen? Egy jó Tony Braxton. Képzeld el azt a nőt egyébként, aki úgy megy el ebbe a buliba, hogy nem tudja, hogy ott szakítanak vele. Tehát, hogy vidáman érkezel, és a következő pillanatban kirúgnak. Mert hogy várnak szakítós párokat, ha nem merted neki elmondani, akkor mondd el ott. És elmész, kikened, kifested magad, azt hiszed, hogy bulizol egy nagyot, és ott kirúgnak. Azért az kemény. És ott mit mondasz, hogy milyen buliba jöttünk, drágám, tudod? Hol vagyunk? Neki? Kikaptunk a belgát. Nem. Te így egyedül lész haza. Csá. Jó Tony, egyébként egy Tony Braxton is. Az is jó. Nem van Tony Braxton. Igen, csak erről nem tudom elindítani. Én csak erről tudom. Már nem? Egyszerűen nem tudom elindítani. Csak erről. Na jó van. Oké, várjál, itt van. Ez lehet, hogy szól is. Szól, ha ezt elindítom? Nem, már R&B. Szól. Ez inkább a R&B? Igen, ez tényleg nem szól, ez inkább a R&B. Hülye vagy. Na figyelj, hallgass meg ezt.
Oda megyek. Az a szuka. Az a szuka, milyen nő vagy. Te most csaj vagy, nem? Te kérlek, kérlek. Most nem vagyunk egy másik klubban, jó? Macskos trikó. Szia, Tündérke. Mindenemet megkaptam. Mindenemet odaadtam. A lakáskulcsot. Várjál, most négy dolog szól egyszerre. A kis poszkijét. A konyhabútor. A konyhabútor. Megfeleztük. Kicsom kézi jobb erőm. Elfolyt a sminkem. Jövök. Szia, Tündérke. Jaj, ne, mondj már valami más. Szia, Tündérke, nem lehet. Anyád a Tündér. Itt kőkola. Igyál már valami perolt szomorú vagy. Ne. Zsibbac végig egy kicsit, vagy elmegyünk valamit. Na jó, oké, Ákos elmondja a híreket, jó? Tessék egy picit szomorkodni velünk, és hát küldhettek dalötleteket is. Fél 80 pontosan jövünk Ákos híre után. Szia, Tündérke. Na, menjünk, szóval tényleg olyan. 3:48 lesz pontosan. 2 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát nagyon jó témánk van igazából. Egy szenzációs buliról beszélünk. Szakítós parti ma este. A Louisa térhez közeli helyszínen, ami úgy hirdeti magát, hogyha összetörték a szíved, vagy a tiédet törte össze valaki, vagy te törted össze valakit, vagy ott szeretnél szakítani, menj el, nézd a holdat, üvölts bele a fájdalmadat, és legyél részese Magyarország legnagyobb szakítós buliának. És csak hallgass lassú dalokat egész este. És csak este. Lassú dalokat, csak és csak bőghetsz, és csak azok mehetnek, akik most készülnek szakítani, vagy már szakítottak, és hát beszélgettünk arról, hogy azért néhány cápának ez milyen jó, mert zavaros van. De amúgy meg az ötlet is óriás. Ilyen eredeti bulikat, ilyen eredeti tematikus bulikat kitalálni, és most itt a szervezők nagyon belenyúltak ebbe a témába. Egyébként jó, de tényleg jó, igen. Szia, Tündérke. Szia, nem Tündérke vagyok, Jacqueline. Először is légy, és töröd meg az orra. Valami nagyon csúnya készül. Oké, szóval hát minden szakítóra kitartás, nagy erőt, sok erőt kívánunk, hogy túléljétek a mai bulit. Mi nagyon szeretjük, persze nem azokon röhögünk, akik most készülnek szakítani, csak megpróbáltak elkezdeni. Most rúgtak ki. Ezt a bulit, igen. 2 éve szingli vagyok, de ezektől a számoktól nekem is szerelmi bánatom lett, díjat küldenek. Nemrég készült magyar felmérés alapján csak Magyarországon naponta több ezer pár szakít, és ti érzéketlen bunkok még meg is bőgetitek őket. Még mindig királyok vagytok, pacsi nektek, Szabi írta. Na most fordulok le a székről, ilyen szomorú péntek még nem volt. Milyen jó zene ezt, jó Isten, jön be a főnök, mit lát, hogy hurkolom a kötelet, tabletták az asztalon, és vagdosom az erémet. Ez egy jó film volt, a filmmel együtt baromira működött, ez egy jó zene volt. Szóval a Top Gunban ez a zene, amikor ott Kelly McGillis, meg azt hiszem talán így hívták a nőt, soha többet semmilyen szerepe nem volt, és Tom Cruise ott majdnem összejön, de még elmotorozik, de még kicsit húzzák, és akkor egy nagy veszekedés után egy nagy szex. Erre szexeltek. Erre szexeltek. Én is bevőgtem. Jó, de te mindenre jön bőgsz. Azon én is sírtam egy kicsit, még 13 éves voltam. Sose felejtem el, a kőbányai moziba láttam. És... Aj, de jó van. Na jó van. Elmegyek, okay. De nem, de gyere vissza, te vagy a legjobb pilóta. Hagyjál. Figyelj, a műfaján belül az egy jó film. Szóval az ilyen repülős, felszállós, amerikai pilótás, topgános film, az egy jó film. Ne vágni erre bombázni, az valami. Ezt a Tony Scott csinálta, az egy jó film. Figyelj, Tündérke, te ne reklamáljál. Jacqueline vagyok, már mondtam te. Nem érdekel, mi vagy. Te nekem ma minden jó. Mondtál, hogy én negró. Én negró vagyok a torok képviselője. Na, jól van, játszunk egyet akkor. Hát, ha jobb kedvük lesz azoknak, akik ma készülnek szakítani, már itt is van a játékosunk. Visszafelé beszélünk. Lőrészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Was ist hier lang, Mime? Aki válaszol. Halló, jó reggelt. Sziasztok. Hello. Egyedül vagy. Yeah. Írj egy hallgató, miért itatod az egerek? Jézus! Ne itt fognál az italát, és arribül hárommal. Tündérke, miért itatod az egereket? Zsani, hello, jó reggelt! Sziasztok! Zsani, honnan hívtál minket? Hát most jelen pillanatban Németországból. Ó, hát ott most nagy a szomorúság a tegnapi meccs után, nem?
Hát annyira nem feltűnő, mert autópályán megyünk, és így nem nagyon látjuk, csak a német zászlókat az autón. Ja, jó, de hogy te ugye tegnap ők nem jutottak döntőbe, a francia ki. Igen. Mit csinálsz arra felé? Kamionsofőrök vagyunk, és most itt vissza át az utunk éppen, mert Spanyolországba tartunk. Mind a ketten? Igen, párommal. És te is sofőr vagy? Vagy csak úgymond... Igen, én is sofőr vagyok. Komolyan? De ketten nagy. Ültök, igen. Egyik alszik, másik kemény. Vezet? És... Hát még párom nem mer aludni mellettem, mert én még kettő vagyok, de igen. Akkor igen, azt megértem. Igen. Tehát ő akkor 10 órát vezet, 10 órát izgul az anyóson. Az úgy kemény. Te legalább együtt vagytok, ez jó. Így van. És te mióta vezet kamion? Hát én most kemény 2 hete, nem tegnap óta. Én se sokat aludnék melletted azért. Köszönöm szépen. És mit visztek, mi a szállítmány, tudjátok? Mosfát. Mosfa. Az jó. Mosfa. Mosfa. Mire használjátok? Mire használják ott a mosfát? Mosfa. Felmosnak vele. Figyelj, és a Németország, Spanyolország, hát ez egy komoly táv, nem? Tehát akkor mentek azért jó sokat. Hát Svédországból indultunk, igen. Atya úristen, egy Svédország, Németország keresztül, és a vége Spanyolország. Oh. És hova mentek Spanyolországban? Valszba. Aha. Valf. Valsz. Valf. Aha. Valsz. És jó a svéd fa, vagy mi? Miért kell ezt elvinni? Hát Svédországban legtöbbször a fa. Tehát a fát meg hozzátok. Papír. Uh-huh. Így van. Az hány kilométer? Hát akkor ott Németországon mentek keresztül, Franciaországon mentek keresztül, mire leértek Spanyolországba? Hát ez mennyit mentek? Hát 2200. Jézus úristen. És van egy időintervallum, hogy mennyi idő alatt kell ezt megtenni? Tehát hogy mikorra kell odaérni? Hát ez most per pillanat keddi lerakó. De már megpróbálunk hétfőn lerakni. És akkor plusz egy pihenőnap ilyenkor? Nein, Hanni, hat das Gespräch vorübergehend. Hey, grüß dich! Oh, ja. Herr Hans, Günther, akárki. Megszakadtunk? Megszakadtunk. Na mindig. Hívjuk újra. De Svédország... Itt vagyok. Itt vagy, hello, nem tűntél el. Itt vagyok. Ki beszélt németül? Konkrétan olyanok vagytok, mint egy telefonközpont ott a kamionon belül. Oké, felkészültél a játékra? Fogjuk rá. Mi csörögött közben? Mi történik? Páromat hívta a irányítója, mert ő is hallgat titeket. Jó, vagy még másodszor. De mi a párod irányítója, ő magyar? Persze, magyar cégnél dolgozunk. Ah, magyar cég? Nem ő lett. Hát ő már van, már nem lesz, ő már van. Igen, most tényleg, hát most már van. Mennyi visszaság glisszerebbe. Volt és van, ő nem lett. És svédországi magyar cég? Tehát hol az anyavállalat, ugye? Nem, ez egy magyar cég, ez a Nagykörösi úton van. Tehát egy magyar cég szállít Svédországból egyébként Spanyolországba. Fát, gyönyörű. Nagyon kérdő. Közben becsörgött, hogy hallgatlak. Hogy hívják a párodat? Gyula. És mit mondott a főnök, hogy hajrá, Gyula? Hát az, igen. Vagy az, hogy tedd a telefonba, úgyseg berúglak. Ha hazajöttök, úgyseg berúglak. Megszorakozzatok ott, vezessetek már. Lápozz csak fel a kamionosok könyvét. 30. oldal, 4. megkezdés. Zsani, figyelj, egy szólásmondás maradt nektek a végére. Igen. Jó. Most egyébként éppen ki vezet? Lehet, hogy megkérdeztem. Most épp a párod vezet, most te éppen pihensz? Ő, mert én kezdtem reggel. 4 és fél órát vezettem, és most ő vezet 4 és fele. Jó irányba? Jó irányba, igen. Ahogy Dambis Dammer, ugye Dambis elnézett egy kanyart, és hát nem érkeztek meg Eszpenbe, mert azt hitték, hogy a sziklás egység ennél egy kicsit sziklásabb. Nézd csak meg, Lisboa. Igen. Na figyelj, Zsani, szólásmondás, mehetünk? Oké, mehetünk. A párod is hallja azért? Igen, ő meg hallgat rádión titeket. Az irányító is hall minket? Elméletileg igen. Hát, azt tud segíteni. És ő hogy hallgat bennünket rádión Németországban? Ki az irányító? Hát Magyarországon? Nem, a párja hallgat minket rádió. Hát ott ül mellett a kamionban. Uh-huh. Ja, telefonon. Ki következteti igen, bekapcsolta a rádiót. A párjának a válaszaiból kikövetkezteti a kérdéseinket. Igen, mondd meg Gyulának, találja ki, mi volt a kérdés. Mehetünk? Igen, mehetünk. Óra indul, figyelj. Tara, jó, tev, tným, ik. Atya Isten. Oh. Mutatom még egyszer, figyelj. Tara, jó, tev, tným, ik. Az első szobok ki tudod találni. Ahogy a úgy vered. Micsoda? Így mond, az lesz az. Ahogy vet, úgy arat. Nem, ez az, de... Ik. Na! Még elfogadjuk. Ki mint vet, úgy arat. Ha ezért sugodtam,
Valaki, valaki, valaki besúgta. Zsani, jól van, mert igen, így van, ki mint vet, úgy arat. Ugye? Anyádig lónak nehezni a fokat. Igen. Zsani, megvagytok, hát nagy meló volt, de végén azért összetettétek. Figyelj, tudtok még egymással beszélgetni? Úgy ennyi kilométer után? Azt meséltem már, igen? Igen. És mit mondok egyesnek? Hagyjál már aludni. Vezess meg. Olyan nem fogod lenni. Menj hátra főzni. Atya úristen, hát figyeljetek, nagyon jó utat nektek egyébként akkor. Köszönjük szépen. Tényleg ott hátul lehet kisebb dolgokat főzni, ott abban a kis kabinban, vagy ott csak aludni lehet? Nem, főzni is szoktunk ugyanúgy. Van kis gázazsunk, és főzünk rajta. Egy jó paprikás krumpli a svédeknél. Azt a minden. Akár. Igen. Na jó van, hát akkor jó utat, mert még az előttetek van Franciaország. Szóval még azért van. Még van egy pár kilométer. Még elméletileg 1700. Jézus Isten, ehhez külön idegrendszer kell. Ehhez külön idegrendszer kell. Én a harmadik óra után önteném le a gongon egy kanna benzinnel, és valaki. Én ezt erre alkalmatlan lennék. Aha, és egyébként te kamionsofőr akartál lenni, vagy nem volt elég visszatartó erő a karikagyűrű? Vagy kiesett a jó. Hát karikagyűrű még nincs, de szerettem volna kamionsofőr lenni. Na. Engem ez a dolog így vonzott. Na, mindig bírom, amikor így apró... Meg persze a párom is. Apró kicsi nő vezet egy ilyen nagy nyerges, nem? Hát most nem tudjuk, hogy meg... Hát de nem, most nem ő, hanem hogy egyéb. Ja, úgy általában. Egy törékeny nő, egy ilyen baromi nagy nyergessel oda, hogy beparkolsz. Rohadt egy kormánnyal, igen. Oké, na jó van, jó utat nektek, ciao. Köszönjük szépen, további szép napot. Sziasztok. Sziasztok. Jó utat, hello, ciao, ciao. Köszönjük, sziasztok. De jó. Gyerekek, komolyan mondom, hát egyszerűen nagyon. Jó. Halálunalmas, és így még jó, hogy van váltotás, de képzeld el magad, hogy mész 4 órát, majd meg kell állnod, és nincs olyan, hogy végigvezetsz 8 órát a kamionnal, nem tudom, hány óránként van pihenő, és állsz egy parkolóba, és ott te malmozol. Egy hát igen, ott a németeknél ezt a tahográfos korongos dolgot, ezt elég szigorúan veszik, igen. Igen. Na hát ez... Te is együtt dolgozol a Vikivel. Hát nem is tudom már nagyon miről beszélni. Na, hát... De így meg is szenvedjük azért. Ez más, hogy bejössz, és itt vagy 4 órát, és elmegy, mindenki intézi a dolgát, mint amikor még 3 vagy 4 vagy 5 napon keresztül ülsz valaki mellett végig. Enni is mindig ott van a szépségversenyek zsűriében. Igen, ők is együtt dolgoznak. 5 perc pontosan, 8 óra jövünk, Ákos ide jutam. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Klassz! Csak slágerek, Klassz FM, a rádió. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning showja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Mindenkit szerencsésen visszaaltattunk ezzel a zenével. Bocsánatot kérek tőletek ezért a dalért, nem mi voltunk. Terápiás jelleggel. Visszaaltattunk a legmélyebb érzéseiket. Szakítós buli tartottunk mi is itt a Morning Show-ban. Igen, mert hogy szakítós buli van ma. Mehet mindenki, és erről beszéltünk. Na jó, 9:30-kor most már oda kell pirítani. Jó. Most rázzuk föl őket. Jó, valamivel? Jó, rázzál. Kis karcsika, figyelj ide, tündérke. Nem karcsika, Jacqueline. Hallod, te nagyon hajtós vagy, negró. Hallod, de jegyezd meg, hogy a mindzsom csak karcsi. Viszont tudok egy kis kaput. Add be az is szöntünk. Mehetünk ezen a nyomorban, tudod mit mondani. Add egy picit. Szia, tündérke. Jacqueline, mikor morzsáztak be utoljára a reaktorot? Nagyon szép! Gyönyörű! Igazából most 10 percre ezelőtt egy látott hekkért. Mi nem tudnánk elmenni. Az a baj, írják igen, hogy a zenék alapján, meg a csajozós dumáink alapján én nagyjából akkor csajoztam utoljára, amikor a medvecukor még 2 forint volt. Tehát, hogy ma már azért nem ilyeneket hallgatnak. Persze, nyilván, hát ma már más megy. De hát ez a mi generáció. Ezt tudjuk mi, gyerekek.
Na, jól van. M1-es, M5-es befelé áll az Egér úton, lemerre van a Balcsi, nincs suli, mi lehet az oka, Banderas küldi nekünk. Hát lehet, hogy ez ugyanaz, a Budaörsi úton befelé, az új csomópont után van egy baleset, Peter küldte nekünk, így leírva, Peter, nagyon jó. És a belső sávot lezárták, tűzoltók dolgoznak, folyik a helyszínen, és óriási a dugó. Úgyhogy az M1-es, M7-es bevezetőjét kerülje el mindenki, hatalmas dugó van baleset miatt. Váci úton autószalon magasságában nagy baleset, rendőr autó át akart menni a záróvonalon, három sávos út, hátulról és szemből is ütközött mindkét irányba. Jó Isten, hatalmas a dugó, reméljük nincs nagy baj. M1-esen Budapest felé a Zsámbéki pihenő előtt a leálló sávon egy kis testű kutyus sétál. Ezt Szandra küldte nekünk. Tutika jelenti, hogy az 55-ös főúton Pörböly és Baja között elakadt kamion van a vasúti átjára után Pörböly irányában. Nagyon szépen köszönjük. Eger-Kerecsen között van egy trafink, és a 7-es út Diós után Pest felé baleset, rendőr és tűzoltó kint, rendőr irányít. Nem hiszitek el, az M1-es, M7-es bevezető a sáv elválasztó falról hullanak le a beton elemek. Dugó is van, mert tégladarabok az úton, két sáv van, illetve egy autó áll a belsőben, mert ráestek a tégladarabok. Te jó Isten, az hol van? Ez hol van? Az az új sáv elválasztó falról. Az M1-es, M7-es bevezető sáv elválasztó falról. Hát az az új szakasz lehet ott, igen. Ott esnek rá a betondarabok. Az még a bevezető volt, Sztyepenko, az arra mondhatod, hogy ez a bevezető szakasz. Ha az hullik szét, az ciki, mert most adták át. Ha mondjuk kicsit kijebb, ott a Teszkos körforgalom már... Ne aggódj, már garanciális. Az Gariban megcsinálják, együtt a Várkerttel. Egy csomagban van. A Várkert és az M1-emét az egy csomag, úgyhogy ezt majd megcsinálják. Na, jól van. Hát szóval érdekes a dolog egyébként, hogy a dinamikája ennek, hogy valamikor semmi baleset, nyugi van, aztán jön valami front, vagy nem tudom, fölkelnek az emberek, és hülyére törik egymást. De tényleg, nem? Szóval, és én nem érted, hogy mitől, mert nincs rosszabb idő, nincs hidegfront, semmi. Tegnap nyugi, azt érezted, hogy minden flottul megy, jól lehet közlekedni. Ma meg rengeteg baleset is. Péntek. A péntek lehet? Igen. Hát most de mit feszültebbek, ingerültebbek ilyenkor a nyugi van? Pörgeti az embereket a hétvége. Hát azért vagyunk őszintén. De reggel van, és befele történt a baleset, látod ez is. Tehát, hogy nem ilyen Balcsira menő sztori, hogy már menjünk, érjünk már oda, jaj, milyen jó lenne már fürdeni, heket enni, akkor megnyomod, de bejössz, munkába jössz. Lehet. Nem tudom. Szerintem ez a lélektan. A hétvég ez mindig azért bepörgeti egy kicsit az embert. Igen. Hallottátok az M1-es repet? Az MTVA-s repet? Jaj, néztétek? Hallottátok? Nem, csak a híre jutott róla. El hozzánk. Neked megvan? Még akár jó is lehet így ez alapján, hogy mondod, hogy repeltek, de hát nem biztos. Kérlek szépen, az történt, egészen szurreális történt. A köztévén teljesen váratlanul errepeltik az időjárást. Most a köztévének van egy olyan műsora, amikor is ugye ők leköltöznek a Balatonra, ami egy jó ötlet, és a műsor címe Balatoni nyár. Zseni. Nem rossz egyébként maga a műsor. És ott vannak vendégműsorvezetők, akiknek a fejébe bukkant az, a Rátonyi Krisztus nem vendégműsorvezető, de a Vida Péter errepelte az időjárást. És nem láttál még ilyet a köztévén. Tehát egyébként tényleg megdöbbentő. De belazultak? Tehát belazultak, de úgy lazultak be, hogy közben nem tudom, hogy jó vagy nem. Nem láttátok? Nem néztétek? Nem, én hallottam róla, de nem hallottam. És mi, ez megy, és Siófok fölött süt a nap, hát, 30 megy, fok lesz. Ha bejön, akkor Ákos is csinálja. Igen. Én megmutatom nektek. Már egyébként a Six is lehozta, láttam, hogy ő csak ennyit írtad, hogy tessék. Csodáljátok. Nézzétek, egy mondatot tett ki. Hát figyelj, megmutatom. Egyébként vicces, vagy a fene se tudja, nem tudom. Figyelj, így szól. Bátor. Időjárás, jön a víz, hogy időjárás. Ma eleinte felhős lesz az ég a Balaton fele, felszíki, szakadozik a felhőzet. Atyaisten! Egy-egy zápor zivatar tél után, ne fordulj az északnyugatira forduló szél után, 21-2-3-4-5-6-7 fok között. A lány hátul táncol. A Balatonba bemászni ma vérmérséklet dolga, mert már 25 fok a Celsius, nem is szükséges ide a célzó víz. Nézzenek minket a Marathon itt a Rátonyi Kriszta, Vida Peti párban, akciós, de balatoni árban, szevasztok! És ennyi. De és vége, ez véget ért a dolog. Megírt. De valószínűleg megírták, persze. Igen, ez nem freestyle volt. Nem freestyle volt. Kellett volna egy jó alap, mondjuk azért azt, ha már... Igen, kicsit. Tehát egy szegény Vida Peti ott állt egyedül, és ezt így nyomta, hogy így egy kicsit nehéz. Szürreális. De nem rossz. Szerintem jó, tehát, hogy kellenek a szakmába az ilyenféle újítások. Abszolút, csak hogy a köztévétől ez nem megszokott, tehát ott minden olyan nagyon kimért, visszafogott,
És úgy erről úgy nem számít az, hogy egyszer csak úgy valaki elrepeli az időjárás. De a Petőfin senki nem lepődött volna meg. Tehát egy picit olyan, most találjuk megint egy fogást az MTVA. Miért cikki az MTVA? Na most például pont ezért. Én nem akarom őket bántani. Picit ilyen indítatásból írnak róla. Tehát, hogyha bárhol máshol ment volna, azt mondanak, hogy mennyire jó fejek. Vagy legalábbis nem osztanák meg, savaznák őket miatta. Igen. De nem bántják őket, csak lehozták, hogy milyen lett. Na, képzeljétek el, hogy a következő óra végén majd tudjuk hívni, bejelentkezni. Ugye beszéltünk tegnap arról a buszvezető csapatról, akik Írországban megnyerték az Eurojackpotot. Fejenként 300 milliót. Elvittek fejenként 300 milliót. És beszéltünk róla, hogy sok, nem sok, mit csinálnál, borul az életed, nem borul. És bejelentkezett egy ott dolgozó pasi, aki elmondta, hogy egyébként bennünket hallgat, nagyon szeret minket, kint él Írországban, és ugyanannál a cégnél dolgozik, és el tudja mesélni, hogy történt pontosan, hányan mentek be, miért nem mentek be, mekkora bulit csaptak. Ugyanis, tehát, hogy mindenhol vannak magyarok, összeértek a szálak, ő ott dolgozik. Szenzációs. És írt nekünk egy levelet a morningshow@kassafm.hu-ra, hogy hívjuk föl, mert szívesen elmondaná, ugyanis ennél a dublini cégnél dolgozik, ahol ez a 22 buszsofőr milliómos lett egyik napról a másikra. És neki pont szabad napja ez volna, de be kellett menni dolgozni, gondolom. És rohadt utálja őket, mert nem. Igen, ő is mondott egy számot, de őt kihagyták a buliból, pedig ő mondta a 12-es, igen. És 9 után lesz neki majd szünet, most éppen vezet, dolgozik, de 9 után fel tudjuk hívni. Nagyon jó. És elmeséli, hogy a dolog hogy történt. Ugye 22 ember nyert fejenként 300 milliót, és ugye a híre arról szólt, hogy ők másnap már fel se vették a munkát. Tehát effektíve tartottak egy nagy bulit, nem mentek be, és semmit nem csináltak. Valószínűleg fel is mondtak. Hát majd ezt meg tudjuk kérdezni, hogy a 22-ből hány jött el, hányan dolgoznak, mi történt. Beszélgetünk arról, hogy mire elég ez a 300 millió, hát akkor ők úgy gondolják, hogy akkor ezzel meg is vannak. Hát, hogyha elfogyott, majd akkor utána számoltak, hogy hányan kéne dolgozniuk a cégnél, hogy ez összejöjjön, és aztán rájöttek, hogy hát akkor már benne leszek, igen, csak a nyugdíjkorban, akkor inkább maradjunk otthon. Igen, mert az az érdekes, hogy ki az, aki ezután is ott maradt, és ki az, aki felmondott. Tehát hát tényleg a 22-ben mondjuk hányan gondolkoztak úgy, hogy oké, meg vagyok, soha a büdös életben nem akarok többet buszt vezetni, és hányan mondták, hogy oké, megvan a 300 millió, de én azért másnap bulizom egyet, de felveszem a munkát, és megyek ugyanúgy dolgozni. Ők nem félnek ettől, hogy betörnek náluk? Ez nem titok? Vagy Dublinban az a törvény, hogy le kell hozni, hogy ki nyert? Ugye vannak országok, ahol neked ki kell állnod a nyilvánosság elé, és azt mondja, hogy én vagyok. Tartanod kell a csekket, ugye így, hát hogy is mondjam, tulajdonképpen mutatják meg, hogy valójában megnyerte valaki. Lehet, hogy arra gondoltak, hogy a 300 az még pont olyan pénz, a 300 millió, amiért nem törnek be, bár nyilván betörnek egyébként a 10-30 millióért is, de hát nem otthon tartod a lóvét, és akkor... Lehet, hogy ez. De magukat nem mutatták meg. Vagy azt nem tudom, csak hogy kiderült. Ugye, bár ha mondjuk egy Dublin busz, gyorsan még nem derül ki. Abban még nem tudod. De a környéken biztos, hogy gyorsan kiderül. Tehát, hogy én el tudom képzelni, hogy olyan habitusok, hogy büszkék is rá, gyerekek, és aztán megveszi a pubot, tényleg. Igen, van, ahol ezt ugye kötelező érvénye meg kell mutatni. Olaszország is ilyen, ahol elő kell állnod, bármennyit nyertél, ugye hát szóval viszed a rokonokat, meg barátokat, meg mindenkit, de ott ki kell állni. Tehát a törvény kötelez arra, hogy te mutasd meg a saját fedtel, és ha azt mondtad, hogy nem mutat, akkor azt mondják, hogy nem kellett volna szelvényt venni. Hát akkor vagy nem veheted át, igen, tehát ott ugye ők azt mondják, hogy így tudjuk mi megmutatni, hogy egyébként nem egy rossz rendszer. Nem, csak Magyarországon mire hazaérsz, már betörtek, úgyhogy még nincs nálad a gyerek. Igen. Ez azért rossz. Igen. Gyerekek, még egy hétig ne törjetek be, még egy hétig nem utalt nekem a szerencsejáték ZRT. Ugye ott kiállsz, egyébként engem megnyugtatna, ha látnám. Csak jó érzés. Magyarországon azt látod, hogy ott áll a kis család, mosolygó gyerek, itt nagy adag vaníliafagyi, valami megkapta anyuka, és ott van rajta, hogy 1,5 milliárd forint. Igaz, hogy tényleg utána se életű semmiük nem lenne, meg költözniük kéne egy tanúvédelmi programba tenni őket, de azért azt jól látni. Külföldön meg nem csesztetik a nyertest. Mi csesztetnénk őket, Olaszországban meg nem csesztetik a nyertest. Hogy van ez? Én szerintem ez egy nagy, tehát Amerikában például egy baromi nagy ország, egyszerűen effektíve, tehát hogy úgy jobban el tudsz tűnni, nem? Tehát itt kicsi faluban laksz, mindenki ismer mindenkit. Hát a szomszédod itt, ott is ismer. Na jó, csak mondjuk nyersz, nem tudom, tényleg Texas államban valahol, Dallasban, igen. Azért ott most a közvetlen kicsi szomszédságodon kívül nem biztos, hogy ismernek. Megnyered, nem tudom, Dunakeszire ezt, hát akkor fél Dunakeszi ott áll sorban. Ráadásul ők olyan költözős népek, tehát hogy náluk abban semmi extra nincsen, hogy valaki mondjuk egy pár állammal arrébb kap egy állást, akkor az egész családot úgy, ahogy van, átköltözteti, mert egy saját háza sincsen, sok embernek leginkább bérelnek, ugye? Tehát, hogy ott simán megléphet. Hát itt ugye fura, egyébként mennyibe látmész a másikba, akkor ugyanúgy megtalálnék attól a blik.
A legnagyobb készpénz... Igen, ott vagy a borsban. A legnagyobb készpénzes nyeremény egyébként 930 millió dollár volt, amit megnyert valaki. Ez volt az eddig legnagyobb az nyeremény. Az körülbelül, ha jól számolok, 270 milliárd forint. Istenem. Tehát mondjuk a leggazdagabb magyar listáján fellépsz a Gattyán Csányi... Hát talán eléjük is, aztán ilyen 180-nal van a Csányi, nem? Nem, a Csányi most már ugye papíron. Arról szólt, hogy van? Nem, hogy dollármilliárd. Igen, az megvan, ja, a dollármilliárd. Megvan a dollármilliárd. Ja? Egy M dollárban, az ugye 300 milliárd forintban, tehát hogy ő már ugye dollármilliárd. Jó, akkor harmadik. Mert megtalálta vagy, hát azt a számlát. Igen. De 930 millió dollár. Zseniális. Tehát gazdagabb vagy, mint a legtöbb hollywoodi színész, mint a legtöbb zenész, mint a... Hát ez... Az hogy? Az a világ 1%-ában biztos, hogy abba benne vagy a világ. Igen. El lehet már belőle lenni. És tényleg megnyugtató, hogy így megmutatják, hogy egy húsvéremberről van szó. És nem ismerős egyetlen választási kampányból sem, nem gyűjtött kopogtatott cédulát, nem valamelyik polgármester felesége. Úgyhogy ez jó. Hát vagy utána az van. Köszönjük a statisztáknak. Aha, igen. Vissza, jó, oké. Szevasztok. Otosorsolás, csapó. 300. Volt egy házas pár, most azt látom, ez is nagyon durva. 2015 novemberében kezdett el halmozódni a jackpot. 2016. január 14-i sorsoláson egészen elképesztő, addig sosem látott magasság, 1,5 milliárd dollárig nőtt. Tehát akkor ez még ez ugye nem készpénzes. Jackpot óriási szelvényvásárlási rohamot váltott ki Amerikában, órákig álltak sorba, és egy floridai pár vitt el, 5 hetet vártak, mielőtt kiléptek a nyilvánosság elé. Tehát addigra szedték össze magukat. Hát. És ott van. Mama mosolya egyébként nem őszinte. Hát. Ott vagy egy csekkel a kezedben, 1,5 milliárd dollárról. Nincs annyi pénz. Szerintem nincs. Igen. Tehát az 1,5 milliárd dollár. És mama nem akarja elereszteni a csekket a felvétel végén sem. De mama, ez csak egy papír, higgy el! Megyek, beváltam. 1,5 milliárd dollár. Az még forintban is egyébként nagyon-nagyon-nagyon sok. Félelmetes. Mi is elköltözöl, nem? El. Ha itthon vagy el, persze. Magyarországon. De még Amerikából is valószínű. Veszek egy velünk vörörös modellát, 3 kilósat. Jó. Jó, már nem menjünk végig, mert már tegnap ez átvettük, hogy ki mit csinálnak. Csak látom ezeket a nyereményeket, ez felfoghatatlan, tényleg. De hát ugye Amerikában lakodnak 300 millió. Költeni. 1,5 milliárd dollárt? Szétrugod az eddig él, mindenedet fölrugod azért, hogy milliárdos lettél. Ugyanis, ha azt mondod, hogy megnyered a 1,5 milliárd dollárt, akkor itt most vége, húzol egy vonalat, kiköltözöl valahova, és nem látod a barátaidat, nem látod a rokonaidat, nem is mindenki hiányozna. Igen, csupa hívnak majd, mert tudják, hogy te nyertél. Mondj valami olyat, ami bántanak. Nem mehetsz többet a izgód a Siroki várba. Mert lővé lenne a vár. Külföl. Hogy nem ednék, az enyém lesz. Ja, hülye vagyok. Na jó. És azt ágyúval védenéd, mi? Oké, jó, ezt részben tegnap már kibeszéltük, csak ugye azért érdekes a dolog, mert fölbukkantak ekkora nyeremények, illetve egy hallgatónk Írországból bejelentkezik, majd 9 után elmondja, hogy mi van a buszsofőrökkel. Na, viszont egy nagyon helyes témát találtunk, és tudjuk, hogy 8 után ezt már sokkal jobban meg lehetne csinálni akkor, amikor nincs iskola, illetve amikor van iskola, de reméljük, hogy a gyerekek már táboroznak, úsznak, vízilabdáznak, és csak a szülők hallgatnak. Vagy még azt rá, hogy fejlődő szervezet, nem, hogy már felkeljenek ilyen korán. Így van, ne keljenek föl 9 óra. Vagy feküdjenek vissza. Igen. Egy internetes portál összeszedte a legfurcsább dolgokat, amit férfiak nőknek mondtak szex közben. És nyilván mi nem nagyon szoktunk olyan témát csinálni, amikor így kvázi felolvasási jelleggel ezeket itt beolvasgatjuk, mert sokkal inkább alapozunk, ami drága hallgatóinkra, rátok, akik ugye jönnek velünk egy-egy témában, és mindig megírjátok, hogy hát rátok a témából éppen mi vonatkozik. Úgyhogy csak egy-kettőt így hangulati jelleggel, mégis elképzelve, hogy milyen SMS-eket várunk, írjátok meg nekünk, hogy... És most nem effektív a legfurcsább hangokra gondolunk, mert azt nagyjából mindenki el tudja gondolni, hanem a szex közbeni legfurább mondat. A legfurább mondat, ami szex után jött a pasiból, de terjesszük el, hogy pasik, nők, mindenki írjon nekünk. Nők is. Amikor van az összebújás fázis a szex után, és akkor jött ki valami nagyon oda nem illő, vagy valami olyan, amiről tényleg nem tudtad elképzelni, ez most miről jutott eszébe, vagy hogy jutott eszébe. Vagy nagy iparkodással
a pasi elindult, hogy boldoggá tegye élete szerelmét, de közben benyögött valami, ott nagyon sok ilyen beszólás van egyébként, amikor közben egyszer csak a pasiból ugye kijön valami. Igen. Ezt tudjuk, hogy ez nem egy szerencsés élethelyzet ilyenkor. Mi már látod, hogy Kati vagyok. Bizony. Az az élő rodeós, utána próbálj meg rajta maradni még három percig. Szokták mondani, igen. Ronzd el a nevét, és maradj rajta három percig. Szóval azt írja a honlap, hogy furcsa hangok, elszólások, beszólások, bénán sikerült bókok. Tehát ilyeneket írjatok, jó? Most nem csak effektív az aktusra gondolunk, hanem amikor tényleg a Pali valami nagyon kedveset akart mondani, és ti nőként a pokolba kívántátok a bókot, a pasit és minden, mert annyira béna volt, és annyira rossz, és annyira oda nem illő, hogy az egészet megölte. Hát minden, ami az anyáddal kapcsolatos szerintem, és párhuzamot von a csaj között, az ott az egy vesztett dolog, hogy úristen, pont olyan szép vagy, mint anyám. Igen, mi van? Ha most hogy? Anyám látna, olyan büszke lenne. Igen, ugye? Ez mind, az összes ilyen bukta. Na, miket írnak? Hát a legnagyobb közhelyek vannak egyébként szórakoztató, azt írják, hogy ez már egy külön tudományág, és tényleg így van, tehát az ágyban elhangzott szólások, mondások, és ez egyébként az a durva ebben, hogy ez tényleg olyan mondat, nem van ilyen emléketek, de hogy egy életre nagyjából megmarad. Mm. Nem? Mm. Tehát ha volt olyan nő, vagy olyan pasi nőknek, aki mondott valamit, azt 10 év múlva se tudod elfelejteni. Tehát az beég a retinádba. Meghatároz. Az meghatároz, az ott marad, azt hallod, azt látod, tehát ezt valahogy nem tud elfelejteni. Rex, volna, anyám is ezt azt. Na, ugye? Na, neked például ilyenek. A mama. Mi ez, Jani? Malincia. Malincia. Az jó, az olasz. Dehogy jó. Nem, most akkor bak. Volt jó. Bak. Mi ez, Jani? Bak. Nem, a fejtető. Mi ez a fej? Máfi hajbalzsam. Na, csak egy-kettő egyébként nagyon helyesek jönnek, hát a legnagyobb közhelyek is ott vannak. Igen, 20 éves korommal lefeküdtem egy srácol, írja ez az amerikai honlap, aki a végén azt mondta, ez nagyon jó volt, Susan. Susan, ez csak az a baj, nem Susan a nevem, tudom kire gondol, de még csak nem is hasonlítottam rá. A válasz még igen, Steve az volt. Nyilván a fiú sem Steve-nek hívták. A másik, ami írja, azt írja, egy pasi mondta a nőnek, olyan a szád csók közben, mint egy férfi. Mondta a srác. Egyből kiderült, hogy volt már. Hát, olyan a szád csók közben, mint egy férfi. Mondta ezt egy férfi a nőnek, gondolta a nő, hogy ez remek, mert akkor egyből kiderült, hogy emberünk ugye már volt faszában. Igen. Miközben haladt lefelé a férfi, megkérdezte tőlem, írja a hölgy, hogy van-e szájvizem. Nagyon felhúztam magam, mondtam, hogy nem tudnánk először élvezni a dolgot. Kicsit egyébként jó, hogy hát figyelj, nézd, a körültekintő. Kicsi, 5 perc vagy jövök, lent vagyok. De azért, nézzük meg, hogy szájvíz. Én ezt szeretem, ez egyébként cuki. Figyelj, drágám, mindent megteszek. Fontos, hogy van-e szájvizem. Nem akarok kézőket, de van popsi törlőd? Na, csak finoman. Próbálok olyanokat mondani, ami azért még belefér. Ja, több közös üzletünk is volt, a férjemmel írja egy másik nő, aki beírta a portál felszólítására ugye ezt a kis e-mailt. Előfordult, hogy az ágyban is bizniszőr próbált meg velem beszélni. Alig hittem el, hogy nem viccel, kivásároltam az üzletből és elváltunk. Amikor lement, ugye hát elindult lefelé, folyamatosan azt mondogatta magának, hogy nom. Én ezt nagyon ugye a Ellison 32 éves ír ezen az amerikai portán, amikor a pasia elindult ugye lefelé, nyom. Ezeket adta ki magából, amit nem akarsz hallani. Olyan hangja volt, mintha egy macskás mémből jött volna, aki még mindig kirázt tőle a hidegét. Volt egy srác az egyetemén, egy másik női e-mailező, aki 2 hónappal azután, hogy elvette a szüzességem, baba nyelven kezdett el hozzám beszélni az ágyban. Amikor elővettem a fegyverét, csak arra tudtam gondolni, hogy máshova akarok nézni. Ezt gondoltál, hogy ott van egyébként egy 32 éves vír, egy 32 éves szexi, kisportolt Pali, és elkezd hozzád nőhöz baba nyelven beszélni. Vagy közben a szállat elkezd az olyan. Biztos, hogy ez jó neked? Igen, a többi beolvasatatlan. Jaj, oké, ez megnyugtató. Van még egy nagyon durva. Az anyjának nevezett szex közben, de nem olyan szexisen, hogy mamisan, egyenesen úgy, igen, anya, csináld még.
Milyen? Igen, anya csinál. Dicséretnek szántad, elment tőle a kedvem. Margaret írta, aki 25 éves. Gabriel beírta. Egyébként itt elsősorban a nők írtak, mert hogy nőket kértek meg arra, hogy mondják el, hogy a pasik miket mondtak, miket csináltak. Volt egy nő, aki beírta, hogy leesett az állásra, többet nem akarta pasival találkozni, mert azt mondta neki, hogy játsszuk azt, hogy testvérek vagyunk. Miért? Mit szoktál csinálni a tesóddal, kis Csillag? Kura szerepjáték, de nem mondom, hogy második hallása már nem tetszik a dolog. Na, drága hallgatók, ne csak nők egyébként, tényleg, a legfurábbók, a legrosszabb mondat, a legszerencsétlenebb elszólás, aminek nem volt ott helye, nem úgy akarta, rosszul mondta, vagy tényleg kedveskedni akarta, alig tudnak nagyon bénák lenni, nem? Amikor valami olyat akarsz mondani a nőnek, és nagyon nem odaillik. Írjátok meg, hogy mi volt. Jó, ne csak nők, pasik és nők is egyaránt. És most maradjunk a mondatoknál, elszólásoknál, jó? Tehát hangok, stb. Most nem menjünk ebbe bele. Jó? Várjuk az SMS-eket. 8:30, pontosan egy perccel jövünk mindjárt Ákos hírei után. Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan, egy perc múlva gondoltuk, hogy a szakítós dalok után egy kicsit virítsunk oda. Egyébként abszolút témába illik, mert hogy ugye ilyen témánk is van, de két, egy E17 és egy Berlin zenekar után kicsit be kellett keményíteni. Nem mert már több lassú dalt lehet, mert nincs hangulat lett volna. Igen, a legjobb szakítószám írja Tomi. Erre nem szakítunk, erre iszunk. Ugye, mert a hét után egy szakítós témánk volt, amit mi nagyon szerettünk. Na, Budapesten a Petőfi hídon erősödik a forgalom, melegszik az idő, szélfelhő nincs, anyám szerint erősödik a szandizokni párosítás kiáramlása a budapesti metrókon. Erik! Visszatért, Erik! Erik visszatért! Csumi Erik, hát remélem ő az, mert eddig nem erről a számról küldözgette nekünk az SMS-eket. Most 5:08 a vége, de ha ez az igazi Erik, akkor hello Erik újra. Jó régen küldött már nekünk. De jó olvas. Ilyen SMS, és mi ezeket szeretjük, amikor régi hallgatónk bukkan föl, Erik, vagy Riselijő, vagy Könyves Nándi, ugye, hát a régi nagyok közül valaki jön velünk, Robika, ugye, szintén. Na, ugye egy érdekes témánk van, mindenki szerintem volt már hasonló helyzetben, egy amerikai honlap arra kérte a női olvasóit, hogy gyűjtsék össze a legkiábrándítóbb elszólásokat, beszólásokat, egy bénán sikerült bókokat, amik ugye tönkre tehetik az együttlétet, és ez egy érdekes dolog, mert hogy az ember elképzeli, hogy milyen lesz majd, hogy képzeled az együttlétet, ha első alkalom, vagy ha sokadik alkalom rákészülsz, aztán jön a pasi, és mond, vagy csinál valami olyat, ami ugye hát oda. Tehát tulajdonképpen elrontja az egészet. És beleolvastunk ebbe az internetes portálba, már itt a hozzászólásokban nők írtak, hogy pasik miket mondtak, majd arra kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, de nem csak nők, férfiak is, mi volt a legszörnyűbb dolog, amit az ágyban hallottatok. És el kell mondjuk, hogy az internetes portál gyenge kezdő hozzátok képest. Van egy-két szenzációs, igen, tényleg. És ugye mindenki járt már tényleg ebben, vagy járhatott ebben a cipőben, hogy nagyon készülsz, ott vagy, és vagy a pali, vagy a nő mond valami olyan dolgot, amivel nem akar rosszat, csak rosszul sikerül, áthallásos, vagy úgy próbál neked bókolni, hogy közben az egész rettenetesen lesújtó lesz. Na, nézzünk egy-két SMS-t. Szingliként randizgattam, de komoly kapcsolatot akkor nem akartam. Az egyik randi úgy alakult, hogy az első alkalommal fejét hozzám a srác, hamar egymással hangolódtunk szex közbe, egyszer csak neki állt mondogatni hangosan: Úristen, úristen, apukám, mit szólna ez? Mekkora csalódást okoztam neki ezzel, hogy az első alkalommal lefekvett. És mi lesz, ez az apja megtudja, teljesen szomorú arccal, mondanom sem kell, abszolút megölte a bulit. Hölgy ismerősöm a következő bókot kapta szex közben. Olyan finom, puha a kezed, mint a rántorakus. Szeretem. Szállóige. A volt páromnak mondtam incselkedve, hogy megharabdálom, erre a válasz, akkor kinyomom a szemet. Hát ez egyébben hát benne van, igen. Szex közben a kutyája nevét csikoltozta hangosan: jaj, nem vittem le a Kikót, szegény Kikó, szegény Kikó. Kutya, soha nem Kikó. Megyek haza! Kikó! Szegény Kikó. Kikó! Egyébként egy tanárnő volt, írja hallgatott. Szegény Kikó. Vajon mi lehet most Kikóval? Szegény Kikó, szegény Kutya. Mikor egy 40-es nővel voltam együtt, és hát hát kézzel boldogítottam, értitek, hogy miről igen. van szó, egyszer csak megszólal, erősebben, mint ha lovat etetnél. Lovat etetnél. Mint ha lovat tudjátok, etetsz, milyen lovat. Akkor kocka cukrot eszik a tenyeredből. Hát azt kifejezetten, jó, értem. Igen, de hát az nem lehet. Erősebben, mint ha lovat etetnél.
Na, ilyen mondjuk arról nekem inkább az óvatosság jut az eszembe. Jó, itt megállsz, főhúzod a redőnyt, rágyújtasz, bekapcsolod a tévét, és nézzük, mi megy, nézzük, mit csinál ma barátok közt, vagy mi van ma formájban, ne? Ez megvagy. Erősebben, a lovat etetni. Most túlj bel az abrakos tarifán. Volt barátnőm az aktus végén teljesen értetetlen okokból sziréna hangot adott, körülbelül fél percig, ez egyébként többször is előfordult. Írja Zoli. Kisé pösze lány, mofta jó. Pufil meg a testem, pufil meg. Nem, ez rohadékság. Aktus közben az ágyban, a párom telefonja csörög. Hallom, hogy kérdezik, szevasz, zavarok, mire mondja ő, nem, mondja nyugodtan, nem csinálok semmit. Milyen jó esik. És kész, ha első randi ott vagy megsemmisítve, vége van. Vége az üzletembe. Ilyet hallanék, vége van, nem az? Nem, mondja nyugodtan, nem csak semmi. Igen. Vannak, amiket nem tudok beolvasni, de azért olvasok ilyen lassan, mindig elolvasom előre. Mert van egy-két durvább, hát azt nem tudom beolvasni. Van így is elég bajunk a zenemával. Délután arról vitatkoztunk, kell-e bambusz tapéta. Este szex közben is azon járt az agyam. Orgazmusnál önkéntelenül elkiáltottam magam. Kell a bambusz! Nagyon szeretem, szintén elszólás, nőtől vagy férfitől, nem tudom. Iparkodj, mert ki kell nyitni a boltot. Úristen, mennyire bensőséges. Igen. Feri írta ezt, kedvesen mondta egyszer, csak igyekez, mert kezdődik a Dallas. Telefon a cég üzleti csoportjánál dolgoztam, az egyik legnagyobb sztori, amikor a titkárnő felvette a telefon, de nem rakta le. Mi a cégnél körülbelül 20-an kihangosítva végighallgattuk az aktus, a hölgy végig telitorokból azt kiabálta, olyan vagy, mint Schwarzenegger. Zuhany után az ágyon elnyúlva petrengtem, a párom belépett a szobába, kés tekintettel végignézett rajtam, és azt mondta, ú, bébi, olyan fekvésed van, mint egy jó teleknek. Ez aranyos. De mondtum, a úristen, jó a fekvésed, de imádom, mint mindig. Igen. Én egyszer azt mondtam, szex közben, nem tudom, miért jött elő belőlem, teljesen váratlanul, ó, Istenem, mikor lesz időm levágni a füvet. Jó, igen. Aktus közben a leányzó, a mai napig nem tudom, hogy miért, egyszer csak azt mondta, idén jó ára van a diónak. Én ezt nagyon bírom. És én nem tudom megmondani, hogy egyébként miért mondja. Igen. Mi lehetett, mire gondolhatott? A lány kicsit elkalandozott valószínű, nem? Az összes epret elverte a jég. Igen. Anyukámikat egyszer hallottam, miközben szexeltek, egyszer csak megszólalt az anyám, a kutyának adták kaját. Klasszik, nagyon klasszik. Tehát ezeket az ember mondja. Gondoskodó típusról kell. Igen, ez abszolút, igen. Ugye nagyon sokan írják a gyerek nem sír című mondatot, az is nagyon vágy, hogy mondják ezt, vágy lohasztó tud lenni. Kicsi. Igen. Akció után egyszer csak a pasi teljesen váratlan megkérdezte, csinálsz nekem kirántott hús? Kirántott hús. Már másnapra koncentrált. Igen. Ja, Istenem, hát mi van egy-kettő, de nem tudom beolvasni. Az egyik kedvencem gyermekkori műtét miatt van, azt mondja, hogy két heg van a hasamon, együttlét közben a srác megszólal, engem nem zavar a fogyatékosságot. A fogyatékosság. Van, aki csak annyit ír, teljesen váratlanul egyszer csak egy nő megszólalt az ágyban, nem tudta hova tenni, ázik a plafon. Jó szórakozott, ha volt ide, nézd csak a sarkot. Állj meg egy pillanatra, rohadt a szírem, a gírda biztosított. Van egy rohadt nagy pók. Ázik a plafon. Na jó van, hát köszönjük az SMS-eket, nagyjából erre számítottunk, igen. Jól van, mutatjuk a beugrót, jó? Figyelje mindenki a hármasugrás elejét. Mutatjuk, könnyű, nehéz? Mit vágtál össze? Könnyű? Szóval, na mutatjuk, ezt kell kitalálni, szeretnétek velünk játszani. Konkrétan a refrént vágtad be. Igen, de én szeretem, hogy ilyen lágy vagy és gyengéd. Ez nem baj. Ne legyen már. Lágy vagy és gyengéd. Igen. Ezt a Zsülnek mondtam. És miért csak neked mondhatja? Egy ideje matatapult előtt. Tündérke. Zsáklin. Zsáklin vagyok. Na jó van. Akkor írjátok meg, hogy mit hallottunk. Akartam még valamit mondani. Ja igen, 9 óra után. Ja persze, tudom mi van. Hogy kérdés-válasz rovatunkhoz érkeztünk. Igen.
Meg lesz még a telefonunk is Írországban. Lesz még a telefonunk Írországban, igen, fölhívjuk a buszvállalatot, ahol dolgozik egy magyar hallgatónk, ahol ugye megnyerték a 300 milliót fejenként, 22 alkalmazott. Uh-huh. Tessék összeszorozni, Eurojackpot. És ha van kérdés, vagy bármilyen dolog, ami benneteket foglalkoztat, mindig így szoktam konferálni, küldjetek el nekünk, hát ha tudunk segíteni. Nem kell, hogy velünk kapcsolatos legyen a kérdés, ez lehet gyereknevelés, párkapcsolat, nyári tábor, közélet, bármi olyan, amire szeretnétek választ kapni, vagy nem tudjátok. Vagy tudjátok a választ, de kíváncsiak vagytok a mi véleményünkre. Próbálom színezni, nagyon no, jó vagy. Hány vasat lógatok be a tűzbe? Hány csillagból áll a göncösszekér? 7-ből vagy 8-ból? Így van, ennél egy kicsit. Tudományos vita. Kevésbé tudományosokat is kérdezhetek. Szóval kérdés-válasz rovatunkhoz érkeztünk. Ez a rovat, amikor mi pihenünk, csak válaszolunk, ti pedig dolgoztok, mert elkülditek az SMS-t. Hallgatók fél órája lehet. Így van. Egy interaktív kis fél óra így a hétvége felé. Jó? Bármit meg tudtok nyugodtan kérdezni tőlünk, ha szeretnétek. A jelszó csak őszintén, de ez csak rátok vonatkozik. Így van. Ahogy szoktad mondani, az őszinte kérdések és a majdnem őszinte válaszok. Így van. Órája. 6 perc van pontosan, 9 óra Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. Morning Show. A legklasszabb dolog a reggelben. Sebestyén Balázsa, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival itt a Klassz FM-en. Amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni. A nagy kérdés, amelyre egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Kérdezz, felelünk. A kukacom a csali, a forró homokon teve batavaktat, édes rózsám jó meg. Lebőtenélek, mint a lavina, a textil alól látszik a piva. Mellényelem a keszek szálkát, megtömlek, mint Noé a bárkát. Folytatódik Magyarország első és egyetlen Morning Show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 9 óra múlt, pontosan 7 perccel. Hello, mindenkinek itt vagyunk. És már is folytatjuk egy jó kis Polgár Peti dal után. Kiváló. Hát jó kis dal. Tessék? És jó ez a dal. És ez én szeretem ezt a dalt, igen. Igen. Sokan szeretünk. Először meghallottam, hogy tudtam, hogy lesz olyan, mint a Hunadal. Nagyon fülbemászó, nagyon jó a dallama. Egyébként az ember egész nap dudolja. Marra érdekes egyébként az egész. Én teljesen őszintén mondtam ezt tegnap vagy tegnap előtt itt a srácoknak, hogy nekem például a Hunadal már nem ugrik be. Tehát annyira a helyre tolakodott idézőjelben, és ezt pozitív értelemben mondom, a Hunanyár, hogy így a Hunadal nincs meg már. Állandóan én is ezt dúdolom. Tehát, hogyha fel kell idéznem a kettő közül, egyértelműen ez, és akkor melyik volt a Hunadal, basszus, fogalmam sincs már. Most én sem tudom. Nem. De azért, mert ez marha jó. Hunadal, nem így volt. Ez a Hunanyár. Ez a Hunanyár, persze. Hogy volt a dallama? Ugye, hogy most értem, hogy túl sokat playbackeltünk vele, az a baj. Hát, hogy kevés volt az élő fellépésünk azzal a dallal. Akkor jobban megtanulod. A YouTube-on már 173 ezernél tart a megtekintések száma. És emlékeim szerint a Hunadal ennyi idő alatt nem jutott el. 173 ezerig. Hát szeretik az emberek. Szeressétek nagyon. Igen. Kimélyetek már meg ezekkel a számokkal, így Reni sok felkiáltó jele. Reni, hát te magadat tudod megkimélni. Tehát ott a távirányító, vagy ha nincs távirányító, nyomjál át másra. Tényleg nem haragszunk. Tehát ott az ember válogat, én is kapcsolgatok. Tessék, mondom neked, a Hunanyár az 3 perc 20 másodperc, tehát ha úgy gondolod, akkor amikor meghalod, átkapcsolsz, négy perc, ha visszajössz, már nincs. Persze, tehát ott a kezetekbe lehetőség, hogy elkapcsoljatok. Igyekszünk, mi olyan vagyunk, ugye valamilyenek, aztán a hallgató pedig dönt, hogy hallgat vagy nem, mi nagyon változtatni nem tudunk. Ha már az őszinteség rovatáról beszélünk, akkor tényleg, hát mi igyekszünk olyan műsort csinálni, mi minél több embernek tetszik. Aztán előfordul, hogy nem tetszik valakinek Balázs, nem tetszik valakinek Feri, nem tetszik valakinek Jani, nyilván a Balázs csak azért mondtam, hogy azért mégiscsak demokrácia legyen. De mindenki. Hát hiszen tudjuk, hogy legalább annyian utána nem ugyanez, szeretnek ide. Ugyanez, mondjuk Julira, ugyanez igaz a vendégekre, ugyanez igaz a témákra, a zenékre. Mindenkinek nem tudunk megfelelni. De nem is célunk. Nem is lenne jó, igen. Nem is lenne jó. Na gyorsan egy-két közlekedési hírt, azt mondja, hogy
Ártándi határátkelőnél a román oldalon 2 kilométeres a sor, kb. 1 óra, ha nem több. A várakozás, Ricsi, köszi, hogy elküldted. Budaörsitől áll befelé, Osztyapenkónál rendőrök tűzoltak a helyszínen, kifelé megy a katasztrófa turizmus, ott is figyelni kell. Ez az M1-es M7-es bevezető, igen, ezt mondtuk, ott leomlott valami beton támfal, amire ráadásul most épült. Rebó küldte nekünk rá, hogy autóra nagyon kemény, igen. Rajkai határnál befelé kisebb torlódás, szlovák rendőrök ellenőriznek. Balog Unyomnál aszfaltoznak a 86-os úton, torlódás van, aki tud körmendre tartva Jak felé kerüljön. Sanya küldte nekünk. És többen elküldtétek az M1-est és az M7-est. Így van, ott nagyon nagy dugó van, baleset is van, azt hiszem, és ez a támfal leomlás is lassítja a forgalmat. Na, nézzük akkor gyorsan, mert nagyon sok kérdés, nagyon sok válasz, ne kezdjük túl későn. A Ákosnak végül is lánya lett, kérdezi egy hallgató. Ákos, mit lett? Há, figyelj már, ha lánya. Azt tudjuk, lánya, hogy az lány első lett. Fiú, lány de lett, de lány lett az első fiú? Első fiú, igen. Volt, a lány lett a másik. A rendes igen. Változatos fegyver használat, ezt hívják így. Igen. Igen. Hol? Még? Lány és Luca. Ennyire nem fontos. Igen. Adja, nem érdek. Mi a véleményetek a Forma 1-ről? Konkrétan a Mercedesekre gondolok. Hát egyikünk se az. Mi ennek ellenére foglalkoznánk Forma 1-jel, csak ugye ezt a múltkor elmondtuk, a Szújó nekünk nem nyilatkozhat, mert az MTVA nem engedi. Így van. Mert nem kedvelnek minket. Én nem nézem. Én azt a Forma 1-et szerettem, amikor még úgy nem volt kiszámítható, hogy melyik csapat nyer. Én baromi unalmas. Szóval most oké, Merci, ha Merci rajongó vagy, akkor Rosberg Hamilton, de 3 évig a Red Bull, 3 évig a Merci. Szóval hogy én nem szeretem a Forma 1-et már sajnos. Én meg akkor szerettem, jól lehet rá kiszámítható volt, aha. Mert mindig Schumacher nyert. Igen. Igen, hát ő zseni volt, de az is egy unalmas. Ja, igen, a másodikért szurkoltál. Én meg akkor szeretem, amikor van pedok belépőn. És ez ritkán van. De értem minden az üzenetet. Nem lehet. Mindent már azért, intézi. Mindent azért ne akarjál. Gyugyó. Igen, jó kis pedok belépő. Azt mondja, hogy ki akarlak hívni egy teniszmeccsen, mikor jó neked, te mondd meg. Na, Jani. Nyuszi vagy? Dave. Egyrészt kit. Ugye én nyújt, hogy kit. Nem mindegy, hogy kinek írtad. Kettő, hogy hát köszönöm, de azért, ha nekem, akkor azért, mert általában megvannak a partnereim, de köszönjük szépen. Azt mondja, Bali, jól tippelek, az egyik Morning Show szignálban van, hogy a égbolt ébresztő óra hangját vélem felfedezni, mikor egy női hang mondja, hogy open your eyes. Amúgy láttad azt a filmet? Tetszett? Régen ajánlottál már a filmet, amit ajánlasz, mindig megnézem. Dávid, van egy égbolt, ez egy jó egyébként, az a Tom Cruise-os az egy jó film, de az egy remake, tehát hogy annak van egy eredetie egyébként. Azt hiszem talán egy spanyol vagy argentin, nem tudom. Többen kasserolják. Gyerekek, teljesen leestem a filmekről. Vannak filmek, amiket meg szeretnék nézni, és azt tudom ajánlani, de még nem láttam. Az egyik, az annak az a címe, hogy Isten Brüsszelben él. Nagyon jó, tehát már a címe is nagyon jó. Ez ki írta a forgatókönyvet? Nem, a feleségével és a lányával. Lázár János. Szerintem jónak tűnik. Szerintem baromi eredeti a forgatókönyv is. Arról szól, hogy a feleségével és lányával egy kispolgári ízléssel berendezett lakásban tengeti mindennapjait. Dolgozó szobájában dolgozgat Isten, aki egyébként Brüsszelben él, hol máshol. És nagyon jónak tűnik, de nem tudtam még elmenni megnézni. Most már levették a mozikból, úgyhogy nem tudom, hol tudom megnézni, majd megpróbálom letölteni. És kicsit boncolja az univerzumot, a véletlent, és mindent, ami Jézussal meg Istennel kapcsolatos, jónak tűnik. Szórakoztató, könnyed. Egyébként az egyik legjobb belga színész játszik benne állítólag, aki tényleg zseniális. Tehát ez jó lehet. A Isten második legjobb, az első legjobb még mindig Jean-Claude. Igen. Csak a második legjobb lehet. Ezt tudom most egy elsőre állani, de teljesen kiestem a motiból. Én még azt sem tudom, hogy George Clooney, Julia Roberts-et is meg akartam nézni. Azt se láttam. Nem tudom, hogy jó-e vagy nem. Annyi jó film van. Van az a Russell Crowe film, az a rendes fickók, azt se láttam. Igen, az nagyon dicsérik. Megérkezik az otthoni mozidba. Annyi, már megvárom gyereket, míg le lehet tölteni, nem tudok elmenni. Nem tudok eljutni mozidba. Azt viszont írja már meg nekem valaki, hogy a Cloverfield Lane című film milyen. Mert eddig még nem mertem megnézni. Már. Annyira féltél, mindig csak kaplan alatt volt. Picit tartok tőle, de nagyon jó a sztoria. Nagyon jó a sztoria, és ezek jókat is. Hát, többé-kevésbé igen. Egy lány baleset, egy szemben aztán fel kell egy bunkerben. És akkor, mert hogy kint valami óriási katasztrófa tört. De szeretem az hárman be vannak szorulva, illetve, és ugye a bunkernek a tulajdonosa azt mondja a lánynak, hogy a saját érdekében tartja ott. Nem, ennyit lehet róla tudni, többet nem spoilerezik el, mert többet nem is tudok róla. Igen, mondanám még már, de nem tudsz már semmit. Hát végig jön a hatalmas radioaktív bodobács. Igen. Két gyerek is sok munka mellett, hogy lehet megoldani a rendszeres szexet? Kérdezi Gaben. Hát Gaben, hát ezért ezt nem mi mondjuk. Legyél már ügyes. Legyél olyan találékony, mint Juli.
Így van. És elmész különböző helyekre. Takard el közben a szemüket. Mondd nekik, hogy nézzenek egy kis Bogyó és Babócát. Meg lehet, csak egy kicsit nehezebb. Hogy lehet, hogy Abaházi úr még nem ment nyáron szabadságra, miközben a Rock Rádió annyi szing-szinget ad, hogy a jogdíjból akkor a top 100-ba is belekerül. Ez egy jó kérdés. Jó kérdés egyébként. Igen. Volt már, csak nem vetétek észre. De rohadék vagy. Korábbi kapcsolataitokban mikor jött el a szakítás pillanata? Honnan tudtátok, hogy nincs tovább? Martin kérdezi. Nyilván itt akkor akutta dolog, nem? Tehát ilyet az ember akkor kérdez, amikor... Martin, most azonnal. Igen. De ha már fölteszed a kérdést, akkor most azonnal eljött a pillanat, sőt szerintem túl is mentél rajta. Igen, hát ugye? Ha már az ember ezek gondolkozik, akkor azért akkor lehet, hogy érdemes váltani. Én szerintem, amikor több a rossz, mint a jó, azért azt mindig mérlegre lehet tenni. És amikor már több a nyűg, meg a rossz, és kevesebbet veszel ki belőle, mint amit beleraksz, és több minden esik rosszul, meg nem úgy alakul. Ez egy nagy általánosság, amit mondok, de szerintem azért ezt meg lehet vizsgálni, akkor túl kell lépni. Nyilván kérdés, van egy gyerek, egzisztencia, közös lakás, hát azért vannak bonyodalmak, válás, nem válás. De ha csak simán szingli vagy már egy együtt vagytok, úgy kilépni, hát azért az nem annyira bonyolult. Négyszer-ötszer kiabálsz, és senki nem akarja behozni a helyeken, akkor már vége. Igen, hát ennél azért egy picit ássuk mélyedre. Nem rossz, rossz megközelítés. Legyünk praktikusak. A Boom Software egy létező dolog, vagy ti döntitek el, hogy adtok-e ajándékcsomagot, némi hangeffekttel fűszerezzek? Mindenről nem beszélhetünk. Tényleg megkérdezi még valaki? Hát ezt már annyiszor elmondtuk, hogy ez maga a stabil valóság. Így van, érted? Így van, de az igazság a sírba száll velünk. Gyerekek, a Boom Software létezik. Hát persze. A Boom Software-nek lelke van, a Boom Software ad vagy nem ad, ezt ő dönti el. Ez egy nagyon titkos, védett szoftver. Ő a tervező van. A Matrixból. Ő a tervező, így van. A Boom van. Software. A Boom Software abszolút. A kezdet és a vég. Igen. Kiültetheti Bébet a sarokban, nagyon számítok a válaszotokra, Pongi küld. Az Obonéni. Nem, gyerekek, Bébet senki nem ültetheti a sarokba, ez Dirty Dancing, és abban jó. Mi van a Margit kórházas korterem felújítással? Kérdezi egy hallgatónk. Rajta vagyunk, abszolút nem akarjuk ellógni. Juli itt van most velünk, kérdésen el tudja mondani, de Jani is el tudja így mondani. Így van, a legfrissebb információnk az, hogy ugye eredetileg arról szólt a projekt, hogy örökbefogadunk és kifestünk egy kórteremet. Na most ez egy picit bővült ez a dolog, kicsit összetettebbé vált, mert kiderült, hogy az a kórterem, amit úgymond nekünk kinéztek, a Margit kórházban egy teljes felújításra szorul. Úgyhogy mi tegnap kértünk egy teljes árajánlatot arra, hogy mibe kerülne ott a burkolás, csempézés, vízes blokknak helyretétele, stb. És akkor majd ennek megfelelően lépünk tovább. Természetesen zajlik az ügy, de egy picit komplexebb és összetettebb annál, mint hogy elmegyünk két vödör disperzitel, aztán mi magunk kihengereljük. Nem, ennél profi munkát szeretnék egyrészt vállalni, másrészt meg ennél profi munkára van szükség, és sokkal összetettebbre. Úgyhogy alakul a dolog. Igen, alakul a dolog. Túl jóra se akarjuk csinálni, mert valószínűleg. Tessék? Túl jóra se akarjuk csinálni, mert akkor beköltözöl. Hát, akkor kisajátítjuk. Igen. Szóval rajta vagyunk. Rajta vagyunk az bonyolultabb a dolog, de nincs elfelejtve, mondjuk majd, ha átadtuk. Gábor és Antal Vali rovata nem folytatódik, kérdezi Anita. Dolgozunk rajta, gondolkozunk rajta, Valié biztos, hogy nem. Hideg-meleget kaptunk. Igen, nagyon megosztó volt. Nagyon megosztó volt, és sok témában talán belefutottuk egy-két olyan dologba, ami nem is biztos, hogy úgy volt. Gáborral most nem egyeztetünk. Gáborral egyrészt megvárjuk, hogy mi lesz a Frekivel. Kettő, szeptemberre talán már mi is többet tudunk. Gábor nyaral, tofut ültet, sejtámföldeken jár, tarhonyát arat, és számháborúzik más vegánokkal valahol a Börzsönyben. Szóval Gábor táborozik. Szeptember elején fogjuk majd őt megkeresni, hogyha folytatjuk. Hogy folytatjuk? 3 éve tart már ez a robot, igazából mindent kimerítettünk, amit lehetett. Tudunk-e rajta újítani, hogy legyen, mint legyen? Jelen pillanatban hagyjuk nyaralni. És táboroztatni a jó népet, de még nem engedtük vele a kezét, úgyhogy beszélünk majd, tárgyalunk majd vele a folytatásról, hogy hogyan tovább. Hogy utálom, hogy mi így kell kezdened mondatokat, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Én hogy utálom ezt, hogy a novemberre céloztál meg. Igen. Nekem most már jobb az a válasz is, hogy nem. De aha, tényleg. És csak a bizonytalanság helyett. Tehát ez a fajta bizonytalanság, és ugye miről szól ennek a lélektana? Gyere be, és hitesd el, hogy milyen jó kedved van 4 órán keresztül. Ez a feladatunk, hogy ugye? De hogy egy... Mondjuk ennél jobban ment jó, ennél, ma. Ennél egy kicsit jobban ment. Most azért nem győztél. Jó, ez még nem volt annyira meggyőzem, hogy most nem. Van az egészen valamilyen szürke, hosszú, nyúlós, ragadós, pókhálószerű, sötét homály.
Ami miatt az egész baromi nehéz. És ennél még az is, hogy azt mondjuk, gyerekek, eddig vagytok, nincs tovább, legyen vége. Mi azt tudjuk. Tehát volt már ilyen. Átértük, megcsináltuk, végcsináltuk. Igen. Nem könnyű, de az ember túl van rajta, de ez, hogy ez a majd valamit mondanak, és nem tudod, és akkor ha jó lesz, ha lesz, költözünk, ha nem, akkor itt fog ránk szakadni ez a ház, és mindannyiunkat magunk alá temet, és ez a gyönyörű pénzverde lesz, a sírunk is egyben, szóval, hogy ennél tényleg? Van az az állapot, amikor már azt várod valakit, hogy mondja ki. Mondjon valamit. Nem akar velem járni. Igen, mondja ki, a véget akar vetni a kapcsolatok. Mondja ki, nem akarja azt az autót eladni neked. Mondja ki, csak mondjon valamit. Hogy legyen már valami, nem? Igen, vagy ez igen, vagy nem. Hosszú, ha igen, akkor azért örülünk, mert folytathatjuk tovább, amit mindannyian nyilván szeretnénk, nem biztos, hogy azonos feltételekkel, de szeretnénk, meg a nemnek is örülnénk. Én főleg. Idézőjelesen. Persze, úgy örülnénk, hogy legalább... Az utolsó hét, gyereke. Én már nagyon várom, hogy végre olyan rádiómisort csinálsak, amilyet valójában szeretnék, és tudok is. Gyerekek. Hát az egy érdekes helyzet lenne. Azt sem fogjátok emlegetni mindannyian. Az egy érdekes helyzet lenne, igen. Kvázi tulajdonképpen ugye úgy van még frekid, vagy úgy beszélsz, vagy úgy csinálsz műsort, hogy közben tudod, hogy már itt és itt a vége. Bár egyébként ezt már Danubiusnál is megcsináltuk, és végig toltuk böcsülettel. Így van. Böcsülettel. Még az utolsó előtti nap is témákat csináltunk, ahelyett, hogy vettünk egy hosszú papírt, és beolvastunk volna mindenkinek. Szóval, hogy nagyon más nem csináltunk akkor sem. Jó, de a Jani már akkor is szomorú volt emiatt. Hogy nem lehetett, hogy igazán jó utolsó adást csinál. Ugye? Már kedden mondani fogják, hogy nem, János, nem fontos, hogy legyen. Természetesen utalunk, de hogy de így van, de hogy nyugodtan. Vegyék is szabít el az ötjét. De Ádám, tudod, hogy szeretném végigcsinálni. Így. Tudod, érted? Azt mondja, hogy valaki kérdezi, hogy sziasztok, Jani, mi a véleményed a Five Fingers Death Punch nevű zenekarról? Én nagyon-nagyon kedvelem őket, szerintem egy picit átmenekni a commerce-ba, azért kicsit eladhatóbb legyen a zenéjük, de azért nem szabad elfelejteni, hogyha valaki esetleg nem tudná, akkor gyakorlatilag a legnagyobb zenei siker az utóbbi években, ami egy magyar srácnak a nevéhez, Bátori Zolinak a nevéhez fűződik, akit még annak idén Leónak hívtak, és egy grafikus srác volt Szentendrén. Úgy gondolta, hogy ki kell menni az Egyesült Államokba, meg kell csinálni a saját zenekarát, mert ő rockstárra szeretne válni, és a srác azzá is vált. És a legnagyobb rock, illetve metal fesztiválokon lépnek fel most már headlinerként, millió számra adják el szó szerint a lemezeket, milliók nézik meg az a videoklipeket a különböző internetes videómegosztó portálokon, amik hozzájuk kapcsolódnak, a legnagyobb gigasztárokkal játszanak együtt, és úgy, hogy olyan emberek, akik már 20 évvel ezelőtt is sztárok voltak, azok játszanak előttük, tehát melegítenek nekik. Hatalmas sztárok az Egyesült Államokban, imádják őket az emberek, és Magyarországon még egy picit így persze, hogy benfentes média az így foglalkozik velük, de valójában meg nem szinte tudják, senki nem tudja, hogy kik ők. Igen. És zseniálisak. Igen, mi a véleményetek? Meddig tart ez a nagy rajongás, és jó, a magyar foci körül? Lehet, hogy csak a foci tudta megmozgatni ennyire az egész országot? Kérdezi Balázs. Hát ősszel VB-selejtezők indulnak. Igen, szerintem hasonló szellemmel lesz meccsnézés. És... A nagy kérdés nekem az, hogy a pályára kimennek-e az emberek, mert ha a meccset nem a tévébe fogod nézni, hanem magyar mondjuk bajnokira, vagy magyar akármilyen két magyar csapat mérkőzésén, nem az lesz-e, hogy 412. Lesz, a Debrecen meccsé most 11 000-en voltak pont tegnap, mondták a srácok, akik értenek ez a dologhoz. Hogy ez az EB miatt? Hogy az már az, hogy egyébként a Debrecent egyébként is sokan megnézték, de hogy ennyien nem szoktak lenni, és most 11 000 ember, hogy kint volt. Hát, igen, de vannak ilyen közmondásosan jó nézettségek hát rendelkező. Így van. Az van egy. Hát igen. Mondjuk a Fradi, a Diósgyőr meg a DVSC, azok, akiknek így többé-kevésbé minden meccsük telt házzal megy. Legalábbis szerintem segít egy kicsit, biztos vagyok benne. Jobban érnek valamennyit. El. Már nem kapcsolod el, már belenézel, hát ha onnan is vannak válogatott játékosok. Ja, igen. Igen, meg hát volt egy sikerélmény, tehát itt azért egy kiéhezett közönség találkozott. De ez nem a magyar klubfocinak a sikere. Igen, nem. Hát nyilván ott kell majd a melót utána elkezdeni, meg a fiataloknál, ahogy a Ben Stork is mondta, hogy nem értek ez, de itt azért egy nagyon erősen kiéhezett közönség találkozott, ugyanakkor egy nagyon szeretetéhes magyar válogatottal, akit eddig nagyon szapultak. Tehát itt most a jó találkozott a nagyon jóval. De szerintem ez kitarthat, persze. Tehát végre lett egy olyan siker, amiért újra elkezdtünk focit nézni, én is, te is, fociról igen. beszélünk, az egész igen. nemzet. Meg kicsit egységben, nem kicsit, nagyon egységben kovácsolt mindenkit. Ez nem fontos, hát a VB-selejtező ott csak az első jut tovább, és ott azt hiszem, talán Portugáliával vagyunk egy csapatban, tehát az nem lesz egy könnyű menet. De biztos, hogy jót tett az országnak, jót tett a focinak, jót tett a sportnak. Meg a klub szinten focizó a magyar labdarúgóknak is most fel van adva a lecke, mert látták, hogy a társaik, egyébként adott esetben csapattársaik mit tudtak produkálni. Igen. A válogatott színeiben. Igen. Nekiket is, vagy őket is húznia kellene a dolognak. Igen. És inspirálnia kell.
Azt kérdezi valaki felé, miért nem költözöl te kertesháza? Pont te vagy a legnagyobb gazda hármunk közül. A legnagyobb gazda. Disznó tehenet nem tartott Budapesten, de nyulat, fűrjet, csirkét a külvárosban is simán lehetne tartani. Én nagyon szeretem ezt az esemet. Ő megfejti. Nyulat, fűrjet, csirkét. Igen. A fűrjet kifejezetten. Az egy nagyon jó dolog. Jonathan, Jonathan nem tudom, Jonathan. Kérdezi. Hát nyáron abban lakom a Velencei tónál, és tele vagyunk állattal, tehát most már nekem pont elegem is van belőle. Télen ez így alakult, ecsetelhetném, hogy eladást kéne ottan megoldani, és akkor abból esetleg valahol kint venni. Szóval egyelőre bonyolult a dolog. Annak idején mi ezt láttuk jónak a BK-val, hogy ezt a lakást vesszük meg. Ma már tudjuk, hogy ez életünk legrosszabb döntése volt, de így van. Aki azt mondta, hogy svájci frankba vegye fel az embereit, rohadna meg egy kicsit, nem? Már nem ő tehet róla, mert kiadta neki a bank, nem? Így van, hogy ezt kell eladni az ügyfeleknek. Jó, de én meg igent mondtam rá, tehát hogy azért nem tudom hibáztatni, vagy azért hibáztatom magam is legalább ugyanannyira ebben a sztoriban, mert én írtam alá a papírt. Tehát mondhat bárki bármit, biztos vagyok abban, ha van egy értelmes ember akkor a közelemben, aki elmagyarázza ezt, hogy Ferko, ne csináljad, mert a svájci frank az mozgó. Nem jó. Érted? De nem volt senki. Én meg azt mondtam, hogy hát akkor most kevesebbet kell fizetni, itt írja alá Ferenc, és jutott, tessék, aláírtuk. De én nem kiabálok senkire, hogy mert miattatok van az egész, nyilván miattuk is, de én írtam alá. Ha feltalálnák az időgépet, a magyar lakosságnak többsége saját magához utazna vissza, és azt mondaná, hogy ne vegyél fel svájci frankot. Igen. Ugye? És most ezt üzenném saját magamnak, a 20 éve fiatalabb önmagamnak, ne vegyél fel svájci frankot. Soha. Ne higgy nekik. Igen. És most térdig állnánk a pénzben, amit visszafizetjük. Az a baj, hogy sokan lennének, akik visszamennének, és azt mondanák, hogy kérjél GPS-t is a Swiftbe. Az is lehet egyébként, igen. Hogy lehetek rádiós, én is kérdezi Vitya. Vitya, most azért van dolgod bőven, nem? Tehát most azért az ország ma haza. Így hát van a költözésre, nem tudsz minden odafigyelni. Hát, új sportcsarnok. Hát, annyi minden, annyi dolog, annyi. Az unió. Mit értem, most kutyát se tudod sétáltatni állandó lőrincékkel. Vitya, értem, hogy még mi is útba vagyunk. Hallod, érted meg. Most is ez a szép sportcsarnok. Hát oda is el kell menni, ezt le kell tenni az alapkövet. Tehát van dolgod neked elég. Hogy maradjunk legalább rádiósok, légy Vitya, ne jó a kérdés, Vitya, hát nem tudom, ezt sose tudok válaszolni, ha valaki odajön, hogy kezdő tévés, meg műsorvezető akarok lenni, meg rádiós, hogy hogy induljak el. Hát kis rádió, kis tévé, nem tudom. Mi valahogy ebbe így tényleg belecsúrantunk, cseppentünk igazából. Nehéz, el kell menni szerkesztőségekben, levelet írni, bombázni őket, gyakornoknak oda menni, és akkor valahogy... Csinálni demót esetleg, demót. De nem tudom, hogy meghallgatja valaki. Igen, én budapesti rádióban se hallok nagyon új arcokat, új hangokat egyébként. Úgy senki nincs, aki úgy felkapnám a fejem most az utóbbi évben, hogy de jó, de tehetséges, tök színes, tök jó, amit csinál, nem? Ugyanúgy beszélő, ugyanúgy intonáló, ugyanúgy kicsit affektáló műmosolygós hangú nők, akik azt hiszik, hogy attól jó egy rádiós, hogy mindig mosolyogva beszél, mosolygó hangon. Tudod, van ez a mosolygó hang. Hát, mert valószínűleg azt a kérik tőle. Tessék? Azt kérik tőle. Én szerintem ez egy rossz sztereotíp, hogy nekem most nagyon kell mosolyognom, miközben elmondom a izét. A lepcsánka receptet. A lepcsánkás rukkola receptet. Nem kell. Tudom, de a délutánban, meg a reggeli műsorban nekünk van lehetőségünk, meg a többi reggeli műsorban lévőnek is van lehetőség. Megmutatkozni. Hát most igen. Nézd a Csabit, jó, most nézd a túros lepcsánka. Igen. Hát a túros lepcsánka. A legváros pepeidele. A túros vakerdekli. Most nézd el Ferének a régi barátnőit védi csak. Nem az, ez most nem barátnő kérdés. Az abaházival például sose feküdtem le, mert hogy az előbb őt is mondtam. Azért hallottam egy-két Anubiszos. Hát, ha még egyet iszunk, akkor baj csak lesz egy az a petting volt. Igen. Kérdez valaki, hogy azt hiszem, hogy Vivian, igen, mert már picit ellapoztam, hogy csináltam-e már várban. Ezt úgy lehet, hogy minden mindig megkapom ezt a kérdést. Igen. Tehát, hogy szoktam mondani... Csak egyedül voltam. Így van. Igen, egyedül. Nagyon felizgatott a süvegi vár. Igen, csináltam már, mert hogy úgy is szoktam nevezni, hogy az én vár. Na jó van. Oké, köszönjük szépen a kérdéseket. Bali miért utál az apám, kérdezi valaki. Hát na jó, hát, gyerekek, ezért minden nem tudom megválni. Minden nem tudom megválni. Aki kérdezi, hogyha mégse kéne tovább rádióznunk, akkor mit kezdenék magammal? Nem pontosan így kérdezi. Egészen biztosan, hogy beadnám az életrajzomat a rádiórokhoz, mert úgy hallom, most kéne oda egy jó zenei szerkesztő. Na, oké, mi pedig menjünk tovább, mert hogy ugye volt még egy ígéretünk, ugye beszéltünk egy dublini buszsofőr csapatról, akik fejenként nyertek 300 millió forintot, 22-en. És ez egy tegnapi hír volt, aztán kiderült, hogy mint ahogy egyébként
a világ bármely pontján ott is van egy hallgató, aki szeret minket, hallgat bennünket, magyar, és ott dolgozik, ennél a cégnél konkrétan. És írt nekünk egy levelet, a Morning Show kukac, klasszfm.hu-ra, hogyha akarjuk, hívjuk ma föl, 9 után, mert akkor van szünete, és elmeséli, hogy mi volt a nyeremény után, mekkora buli volt, bementek-e másnap dolgozni. Például, ami nagyon érdekes, hányan mondtak fel, és hányan maradtak ott, mint buszvezetők, és egyáltalán mit szólt a munkahely, a csapat, a kollektíva ahhoz, hogy ott 22 buszvezető nyert fejenként 300 millió forintot. Kemény lóvé. 1 millió eurót nyertek ugye fejenként. Ugye 3-22 millió euróról beszélünk. Ennyit vittek el az Euro jackpoton. Itt van velünk Zoli, aki Dublinban van. Zoli, jó reggelt! Hello! Hello! Hello, Zoli adásban vagy. Szia Zoli, ciao. Jó reggelt, sziasztok! Először is köszönjük, hogy jelentkeztél. Igen, igen, igen. Hallgattam reggel a rádiót, meg az adást, és pont úton voltam, aztán próbáltam kívülni, hogy elmeséljem a sztorit, mert pontosan nálunk történt a Dublinban. Fihet, te mióta élsz kint? Én már 7. éve, már most 8 éve itt vagyok. 7. éve, és már buszvezetőként mentél ki, vagy szerencsét próbálni, és egyszer csak ott kint buszvezető lettél? Igazából szerencsét próbálni jöttem ki, otthon is buszvezető voltam, buszsofőr voltam, aztán hát el kellett végezni egy-két a folyamot, addig szállodába takarítottam, illetve a konyhán dolgoztam, mellette végeztem ezt a tanfolyamot, amit el kellett itt végezni, ugye az átállás a másik oldalra, és hát azóta most már masszívan 5 éve vezetem. És akkor kint család, gyerek, mindenkin? Így van, kint van a család, gyerek, két gyerekkel vagyok kint, meg a feleségem már. Kivitted őket, vagy ott ismerkedtetek meg, és a 7 év alatt lett? Nem, ők jöttek utánom egy év után, kemény volt, Külön volt. És Dublinra azt mondják, hogy baromi drága. Ugye nyilván az ember többet keres, de hogy nyilván albérlet, lakás, étel, ital. Ennek ellenére? Tehát Írország szintjén Dublin a legdrágább szerintem, bár port is szépen kell szerzálkozni hozzá, de mindig a külvárosokban, tehát igazából mi úgy élünk itt, hogy most úgy képzeljétek el, mint Budapest és mondjuk Göd. Tehát mi kint élünk a külvárosba, egy kisvárosba, Nyíztán, ott viszonylag olcsók az albérletek, viszont van egy ilyen félórás vonatozás reggel a munkahelyre. De fél órát kint is sokan csinálják. Hát az itt is sokan, fél órát azért itt is sokan. De hát, ha belegondolsz, otthon is van, aki változtatja, de például Budapest. Hát hogyne, persze. És egzisztenciálisan nyilván sokkal jobb lehetőség, nem? Tehát az ember tud talán egy kicsit spórolni, félretenni, meg hát nyilván jobban él. Hát, hogy mondjam, igazából nekünk eszünk rágában sincs hazaköltözni. Én nem voltam 3 éve otthon konkrétan. Igazából, hogy mondjam, felszámoltunk mindent otthon. Tehát itt most per pillanat arra várunk, hogy megkapjuk az állampolgárságot, illetőleg most már annál jó Isten, hogy nem szálltam be a Balottóba, mert a lakásnak is megvenni, most kénytelen vagyunk egy hitelbe belevágni. Na oké, akkor a Lottó. Ez ember mindig örül, meg mindig picit szomorú, amikor ilyet hall. Nem nyilván. Tehát én örülök, amikor azt hallom egy magyar embert, hogy megtalálta, de közben valami szomorú, hogy el kell menni az ember. Ez a Lotto, ez úgy működik itt nálunk, ez a Euromillion játszik mindenki, én is többek között játszom, meg ez a Totózás, meg a Tipmixelés, ez úgy működik, hogy hát vagyunk egy jó párad, azt mondjuk konkrétan tudok, hogy a megjegyezőbe rengetegen, és hát ugye a depóba, ahol parkolnak a buszok, és reggel fel kell venni a buszt meg a menetet, hogy merre megyünk, ott van egy nagyon nagy terem, és akkor ott szoktuk lenni az öltözőben, és ott vannak ezek a táblák kiratva, és vannak a szakszervezetek minden cégnél, akik képviselik a te érdekedet, hogy mint otthon egy rendesek képviselik az érdekedet. És most egy kicsit jobb a hang, most így tudod tartani a telefont, az jó, most jobb lettél. Ja, bocsánat. Most jó. És tehát az ilyen szakszervezeten belül vannak ezek a lottok, és akkor mindenkivel, mind a szerdán, meg pénteken van ez a húzás ennek az Euromilliónak, és akkor aki szeretne játszani, az oda megy a terhez, meg odaadja a pénzt, meg teszi a számait, felhívja a számokat a táblára, és akkor elmegy, igazából ez ugye sem megy, de online feladja ezt a játékot. És hát a srácok így találtak vele. De szó volt arról, hogy téged bevesznek, vagy te tudtad, hogy ők összeállnak 22-tel? Én mehetek oda, persze, ott van a tábla mindig, most már töltöm én is, tehát bármikor bárki mehet, ott van a tábla, már ma ki van rakva, például ma már biztos, hogy ki van rakva, nem voltam, nem is néztem meg, de ma ki van rakva, például nem ma este 9-kor húzzák, még oda lehet menni, azért föl lehet adni.
És ők azért 22-en nyertek, mert ők 22-en írtak föl egy számot, vagy ők 22-en összeálltak egy csapatban? Nem. Szerintem többen írtak föl számot, de 22-en találták, tehát 22-en találták el ezt a ilyen kollektívba játszottak, és szerintem egyszerre így nyomták föl ez az egész számot. Lehet, hogy egy poén volt az egész, mert például az angol izzad meccsen, én például 180 eurót nyertem, mert megverettem az angolokat. És én egyedül verettem meg az angolokat. Aha. De ott voltál, amikor húzták, amikor ez kiderült, hogy ők nyertek? Nem, ez úgy volt, hogy amikor kiderült, hogy nyertek, ez egy szerdai nap volt, a szerdai húzás volt, én akkor végeztem este 10-kor, és beértem a garázsba, és ott már folyt minden. Tehát ott már úgy volt egy pár üveg. Bocsánat, nem mondok neveket, de volt egy pár üveg, ezek történet. Tehát ott már ment az ünneplés. Igen, azért nem jöttek be másnap dolgozni, mert makkanészek voltak mindenki. Hát írja, atyaisten. Hát azért ez 22 millió euró. Azért az nem rossz. Hát azért... de azt hozzá kell tenni, hogy az, hogy nem mentek be dolgozni másnap, az egy dolog, de azt hozzá kell tenni, hogy olyan helyekre kerültek a pénzek, hogy mindenki velem egy idős, 46 vagyok, 46 és 40 év közöttiek. De például a Michael az azóta bejár dolgozni. Tehát pénteken vették át a csekket, múlt héten pénteken kaptak mindenki a csekket. A Jer például neki leukémiás a gyereke. Tehát ő igazából az is örült ennek, hogy végre van annyi pénze, hogy a gyerekét kigyógyítsa, vagy meg kell hagyni az ír egészségügy elég gyenge lábaknál. És egy-ketten kiléptek, hogy jól tudom, vagy négyen kiléptek, mert ők azt mondták, hogy nem így képzelik el az életüket, mondjuk van Ausztráliában. Nagyon az Ausztrália, hogy arra fele vonzódnak a meleghez. Tehát akkor többen maradtak tulajdonképpen, és ugyanúgy bementek. Öten, ha jól tudom, maradtak. Nem vagy benne biztos, de kettővel találkoztam azóta is. Aha. És ugyanúgy vezeti a buszt, ugyanúgy dolgozni, tehát jöttem szembe, tehát tudom, hogy dolgozik. De kemény, elképesztő. De ők közben milyen kicsi a világ, hogy te hallgatsz bennünket, mi beszélünk egy hírről, te pont ott vagy írsz nekünk, elképesztő. Tegnap is hallgattam meg, de nem mindig tudok hallgatni, mert igazából a városban, amikor a wifi meg a net, nem tudom mennyire megy, mert ugye free wifi van a buszon, de az olyan is. És itt a fülesbe szoktam hallgatni. Igazából, hogy néha megszakad az online stream, és nem tudok vezetés közben nyomkodni. De aztán pont ezt hallottam, hogy elkaptam, igazából felétől kaptam el ezt a történetet, akkor fölélek, elmesélem, de szóval, hogy mondjam, ja, és igen, viccelődtem az egyikkel, a Michaelnek mondtam, egyik reggelben voltunk, kávéztunk, és kérdeztem, mikor ezt a csoda csekket, és mondta, hogy most tűncséget, hogy csekket adnak, és akkor... Várj, elment a hangot picit. Halló? Most jó, igen, hogy kérdezted, hogy mikor veszi fel a csekket? Mikor veszi fel a csekket, de úgy van, hogy adnak egy csekket, de még tudom, beadod, és akkor majd én a 10 napúval számadra lesz a pénz, és akkor mondta egy pénteken, és viccelő mondtam neki, hogy figyelj már, van, kinéztünk egy lakás 40 ezer euróért, és most jövő rád, és adok kölcsön. De helyes, úgy képzeld el, hogyha rámentem volna, akkor én már biztos előtt volna. Nagyon jó arcom. Tehát az írek ilyen szinten nagyon-nagyon normálisak, és nagyon-nagyon emberbarátak, tehát nem szálltak el. Jó, persze, biztos, hogy egy-két dolgot jobban megenged magának, mint meg el fog menni ide-oda gyaralni, de nagyon normálisak a srácok azóta is. Tehát. És a régi tábla mellé ki kellett rakni egy újat most? Mert annyian jöttek újak, akik lottozni akartak? Nem, ugyanúgy megy az élet tovább. Tehát itt ugyanúgy megy az élet tovább. Nézd, mindenkire meg volt az esélye, tehát nekem is. Igazából én úgy szoktam venni, nekem megvannak a fix számok, mert 5 számot kell megtenni, illetve van 1-től 10-ig két szám, ami a jackpont, és ők úgy találtak telibe, hogy eltalálták mindezetet, meg a két jackpontot. Igen, 5 plusz 2, tehát a 7 találat jó, igen. Így van, tehát úgy van, hogy 1-től 50-ig kell megtenni 5 számot, sokkal könnyebb nyerni egyébként, mint otthon, mert 1-től 50-ig kell megtenni 5 darab számot, és plusz a két jackpontot, de viszont ha eltalálsz 2-t, én nagyon sokszor eltaláltam 2-t, meg vagy 1 jackpontot, ha mondjuk 2 euróra, meg 2 euró a szelvény, fizetett mondjuk 126-ot. Na jó van. Hát ez egy nagyon helyes történet, meg azt te, hogy ott vagy, meg hogy írtál nekünk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Mi lesz veletek? Lesz a köszön? Már feltetik ezt a kérdést. Ez egy nagyon jó kérdés. Figyelj, ahogy tudunk valamit, mi úgy is mondjuk. Szóljak a srácoknak egy kis kölcsön, vagy küldjön valamit, vagy? Hát figyelj, most csak egészség legyen, meg frekvencia. A többit megveszünk. A többit megveszünk.
tényleg így van. Tehát, hogy mi nagyon Frekihez kötöttek vagyunk. Köszi, vigyázz magadra, jó munkát! Ciao, Zoli, köszönjük szépen Dublinból, hello, hello. Ez jó sztori. Ezek szimpatikus emberek, főleg egyébként ez a része, hogy ott volt egy olyan srác, akinek leukémiás a gyermeke, és így legalább már tudja majd a gyógyítatásnak a költségeit fedezni. Jó helyre ment. Jó helyre ment, szimpatikus emberek. És helyes buszvezető, és másnap megérkezel egy ilyen, nem tudom, 458 Itáliával, vagy azért veszel egy új 911-es, mert azért az belefér, basszus, az belefér azért, nehogy egy új 9-es, azért beállsz, és úgy mész melózni, és ugyanúgy buszvezető vagy, de azért ott parkol a garázsban egy, egy vadonatúj kis LED, vékony LED lámpás kire, azért helyes, hello, főnök, megértem. Teljesen szolida, nem viselkedsz máshogy, nem, de azért beparkolsz. Igen, sem mondom. 911-es. Ja. Csádi, véletlen elkusztam azért, hogy kérem szar. Jó lehet, igen. 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Játszunk, itt van már is a hallgatónk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Hello, jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello. Mennyivel jobb a vonal, mint az írvonal. Péter, hello, Péter! Sajnálom, mondja, hogy igen, mert én Kanadában vagyok. Igen, az lenne a nagy sztori. Tulajdonképpen hallgatóink hűen leképezik a nagy magyar átlagot. Most már azért nagyon sok mindenki külföldről jelentkezik be, igen. Péter, te honnan? Hát én konkrétan most Beregsurány volt. Na! Ez én az ukrán határ mellől. Mit csinálsz arra felé? Én területi képviselőként dolgozom, és most pont erre van a túrajáratom. Jól van, mehetünk? Akár persze. Kérdések jönni, milyenek? Nagyon könnyű. Könnyűek. Milyen nemű állat Zsebi Baba, a Micivackó című mese egyik hőse? Milyen nemű? Tehát nem úgy milyen állat, hanem milyen nemű. Lány, vagy... A vagy fiú. A vagy. Zsebi Baba. Zsebi Baba. Zsebi Baba. Hát az anya lány. Nem, nyilván. Tehát ő kisfiú. Zsebi Baba kisfiú. Meg. Nem volt meg. Nem áll. Nem. Én az édesanyjára gondoltam... Reflektről. Engem sem érdekel meg a gyerekek, mindig az édesanyjukra gondolom. Igen, mindig a ugrunk. Jó játszótér, jó kis milfanyukat. Oh. Játszatok csak gyerekek. Játszatok csak gyerekek, és megnézem anyátokat. Csokkolom, de csinos kis erszény. Csúsztáztatok hát a kicsit. Igen, rövidre sikerült. Hát, Péter, ez nagyon rövid játék volt, igen. Köszi. Legközelebb, jó? Oké, köszi. Köszi, hogy minket hallgatsz. Jó hétvégét, szia-szia. Ciao, ciao. Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jó, akkor jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:10 lesz, illetve már el is múlt. Pontosan 4 perccel mutatjuk, miről volt szó ma reggel. Kértük hallgatóinkat, írják meg nekünk, hogy mi volt a legfurcsább, oda nem illő mondat szex közben, mert egy amerikai oldal összeszedte, és ők nőket kértek meg, írják meg, mi volt a pasiuk legrosszabb mondata, legrosszabb bókja. Nekünk írhattak nők és férfiak is, nagyon szórakoztató SMS-eket kaptunk. Valamint kiderült, hogy július 8-án, vagyis az ma van? Az ma van. Szakítós bulit rendeznek egy budapesti szórakozó helyen, tulajdonképpen mindegy is, hogy hol. A lényeg ugye, hogyha összetörték a szíved, vagy te törted össze valaki szívét, vagy túl vagy egy szakításon, vagy még nem merted elmondani, de szeretnéd elmondani, kedvesednek hozd el, gyere oda, ordítsd bele a holdba a fájdalmadat, és szakíts ott. És megpróbáltuk elképzelni, több hangjáték formájában is, hogy milyen lehet egy ilyen szakítós buli. Lassú zenék szólnak, mit kérsz a DJ-től, hogy szakítasz. És hát ugye azt is megállapítottuk, hogy azért zavarosban lehet a legjobban halászni. Nincs jobb egy kis írszemű nőnél. Csodálatos. Szakított, és meg lehet győzni, hogy azért nincs olyan nagy baj. És csodálatos zenék mentek el, és gondolkodtunk rajta, hogy ha esetleg lesz tényleg frekvencia hosszabbítás, akkor Balázsnak lesz majd hétvégénként egy ilyen szerelem hullámoszán típusú egy kis műsor, ahol csak ilyenek szólnak majd egymás után. Euro, Kerry, E17, Stay. Hogy fogják imádni. Csoda szép. Na erről volt szó, ma reggel ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en. Jacqueline, mi a helyzet? Mi van odakint? Mi van odakint a szakítós buliban? Karesz küldött lapot. Azt mondta mindenek vége. Mindjárt viszont kell még biciklit az anyám. Jaj, meg a gázpalackot, nem? Igen. Meg a palackos gáz. Kemping biciklit palackos. De teli. Hát, Csabi, hello, jó reggelt! Jaj, de jó reggelt, szevasztok! Megpróbáltuk elképzelni ezt az akítós buli. Egyébként tök jó ötlet szerintem. Tényleg jó, nekem tetszik.
Bírom. Nagyon nagy ötlet. A legaljasabb az, ha nem merted elmondani eddig, hozd le és szakíts vele ott. Ez annyira rohadék. Tehát ez a legrohadék. És az egyetlen kis kirakod, szakítos buli. És ott esik le a csajnak, vagy a pasinak, igen. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Igen. Hello, jó reggelt, morning show, szia. Szevasz. Akkor ezt elbuktam. Na. Igen. Annyit hát írtál nekünk. Most éppen ég a ház itt benne a cégnél, és nem számítottam arra, hogy hívjuk. Nem. Hát, nincs ezzel, vagy nem írtad alá, hogy hívnám? Szlándos Péter, hello. Hello Péter, nagyon szerettük az SMS-edet, ugye a nem várt mondatok szex közben témához szóltál hozzá. Igen, ez régi vicc. Igen, igen, igen. Hát vagy vicc vagy nem, nem tudom, de az ázik a plafont nagyon szeretik. nagyon szeretik. Jól van, hagyunk dolgozni, te vagy a nap hallgatója, csak hát a szabály szerint nem tudunk olyan csomagot adni. Jó? Nem baj, meg leszek nélküle valahogy. Köszi, ciao, ciao. Szia, jó étvégét. Hello. Na, mi a recept, Feri? Hát a receptet azt nektek hoztam, tudjátok, a tegnapi makkos sztori. Nem tudom, hogy... Makkos gulászt a lekváros sílió. Hmm. Nem, egy az jó, én makkom. Egy jól így ülőgalocza pörkölt. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá. Ja, az elmeneteled után. Igen, a doktornő nektek is küldött, hogy használtok véletlenül. Mikor elmondtuk, kérdezik, hogy hol ment Feri. Rohadékok vagytok, hallottam. Kérdezik, hol ment Feri, mondtuk, hát igen. Menni kellett, szólított az orvos. Tudom én, menni kell, akkor muszáj. A Facebookon viszont, ami kint van, az egy bögrés süti. Én ezeket nagyon szeretem, mert nem nagyon kell mérecskézni semmit, hanem egy valamilyen térfogatú bögrét használsz hozzá, és akkor egy joghurtos meggyes pite van. Csak így beleöntöd, összeönt, megkavar, hajrá. Úgyhogy már fönt van a kép is, meg a recept is. Sok gyerek mellett nagyon praktikus. Hát figyelj, igen, mint a mérlegelni, 42 gram cukor, ahelyett csak egy fél bögre. Ez jól hangzik. Ja. Semmi főétel, csak egy süti? Egy jó süti. Hát nyáron egy éheket, mennyi a vízpartra élet, főzesi anyáda. Főzesi anyáda, az edd meg a süti. Meg, dínyel, lángos. Semmi főétel, így is van. Meleg van, ki akarja kárikulába sokat lenni. Jó van, Csabi, milyen zenéid lesznek? Hozom nektek Exvelt és Ingrosszót, ugye ők is a Klassz Nyár 2016 sztárjai, ugye Sopronban jó néhányan láthatták a mi jó voltunkból, most pedig hoztak egy új dalt. És ezt hozom nektek, vagy ezt mutatom nektek, Thinking About You, ez a dal címe. Azt a mindenit. Soha senki nem írt ilyen címmel dalt, egyébként ők az elsők. Őrület. Jó van, Csabikám. Bocsánat, társítottam elnézést. Nem Csabinek szólt, csak már nem tudom visszafolytani. És jó munkát. El, vasárnap döntő. Így van, Möré játszik Federerre. Ez az. Az is ott van. És hát ugye 21 órától Portugália és Franciaország. Kinek drukkolsz? Szent Denisnek. Én a portugáloknak. Helyes. Egyértelmű. Én szerintem is, a németek már annyi minden nyertek. Így van. Én bírom, pláne, hogy ők nem sárcanak, hanem a franciák. Ja, ezért mondom, gyerekek. Ezt akartam mondani, hogy a németek már annyi minden nyertek. Nyerjenek már portugálok, basszus. Nem? Hát így van. Inkább, mint a franciáknak. Inkább, mint a franciáknak. És ma délután 2-kor. Ja. A szentélyben. Wimbledon szentélyében. Federer játszik. Uh-huh. Tessék megtenni tipjeiteket. Hát most tipmixen nyugodtan. Eltiporja Raonicsot? Szerintem igen. Szerintem Murray Federer döntő lesz. De ha ő ma játszik Federer, akkor vasárnapra ő nem szedi össze magát. Tud, a vén kripli. Hát mindig ezt szoktam mondani. A vén szaros már mindenre fáj. Már össze. Én már ezt egy hete elmondtam, hogy szerintem... Kula is bottolják belül őt. Bárkivel játszik. Ha most nem húzza be Wimbledon, már soha. Fogadjatok nyugodtan ellene. Nagy pénz lesz. Ha még sokáig dumálhatok, megnézhetitek itt. Bekapcsoljuk a tévét, és nézhetek itt. Egy kívánsággal több vagy kevesebb. Hát mondd le valamelyik rokont, aki kért nálad, de Csabi nem. Jó, Csabi jön a kívánság műsorra. Jövünk hétfőn, szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao, hello! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.